Most induló 12 részes sorozat ötlete úgy született, hogy rám szakadt a kétség, vajon elég okosan élek-e. Milyen a kapcsolatom a családommal? Jó apa vagyok? Jó férj? Észszerűen lakom, eszem, iszom? Mit kezdjek a testemmel, a lelkemmel? Aztán fölmerült bennem, nézzük meg, hát ha más kultúrákban mindezt jobban csinálják, mint mi. Kíváncsi voltam, boldogabbak-e Indiában azok, akiket már gyerekkorukban összeadnak, és nem kell a kamaszkori szerelmi csalódásukkal bíbelődniük. Vagy mondjuk Marokkóban, akiknek egyszerre van három feleségük, nem egymás után, mint nekem. Milyen lehet nem a lakásért, házért küzdeni egy életen át? Nem lenne jobb 4000 méter magasságban a Titikaka tó közepén egy úszó nádszigeten élni? Vagy egy jurtában a mongol sztyeppén úgy, ahogy őseink éltek másfél ezer évvel ezelőtt? Kíváncsi voltam, képes lennék-e stressz nélkül élni. Mondjuk az Andok hegyei között elengedni magam egy transzertartáson, és a sámán tanácsára a révületben egyé olvadni a természettel. Vagy Japánban egy több órás teaszertartáson elmélyülten gyönyörködni a teáskannában és egy 250 éves teás csészében. A Ganges partján a lélekvándorlással barátkoztam, miközben a mágián elégettek egy halott asszony. Észak-Afrikában pedig egy véres dzsinszertartáson igyekeztem meglesni a szellemeket. A világ nagy részén az emberek másként születnek, másként élnek, másként halnak, másként szeretnek, másként gondolkodnak, mint mi. Valami okuk talán csak lehet erre. Barátaimat arra kértem, mutassák meg saját kultúrájukat. Norikóval Japánba, Zsárgállal Mongóliába, Javierrel Perúba, Saiddal Marokkóba, Szaharába utaztunk. Gergő az ortodox zsidó, Feró az olá cigány hagyományokba vezetett be. Vajamanapó az Amazonas vidékén, Kinga pedig a Kárpátokban gyimes felsőlokon látott vendégül. És így kerültem Indiába Ranjittal. Ez itt Ázsia legnagyobb nyomor megyede, körülbelül 2,5 millió ember él ilyen körülmények között. Akár mi is születhettünk volna Indiában. Mondjuk a bombai nyomor negyedben, mint Dipali, ez a 15 éves kislány. Ő a helyi iskola legjobb tanulója, és innen jár reggelente az iskolába. Errefelé a WC az utcán van, magyarázza bombai barátom és kísérő. És a ház előtt a földön mosnak az asszonyok, mert a lakásban nincs rá hely. Azt mondják, hogy itt nagyobb a közbiztonság, mint a városban, mert vigyáznak egymásra az emberek. Dipaliéknál ez a fürdőszoba. Az utcától csak egy függöny választja el. Erre a kis deszkára ülnek és úgy mosakodnak. A nagymama fogad bennünket. Dipali édesanyja meghalt, a papa alkoholista, a nagymama gondoskodik a gyerekekről. A viskó alapterülete körülbelül 4-5 négyzetméter. Dipaliék négyen vannak testvérek, három lány és egy kisfiú. Ez a tyúk létre vezet a hálószobába, én még beférek valahogy, de indiai barátom Ranjit csak a létráig jut. Ez a lányoknak a szobája, itt alszik a Dipali és a két kisfiú. A papa is itt alszik. Itt alszik a papa. Ezek szerint a három kislány és a kisfiú. És akkor itt a testvér, a férfiú testvér. Which is your place? Kérésemre Dipali megmutatja a helyét. This is your place. Ötten fekszenek itt. És hol vannak az iskola szerei, a tanszerei? Aki kitábék a bovagerek a skolbe? Dikhanna, nikadna? Itt vannak a könyvek. Garmiame, bahat garam hota ide? Itt vannak a ruhá, ez a szekrény. És itt a földön? A lányok itt a földön tanulnak. És mondjuk érdemes megnézni, hogy milyen gyönyörű tiszták ezek a lányok, és hogy milyen szépen öltöznek. Ilyen körülmények között, hogy lehet ilyen szépen élni. Te bátfagére kárhankartó? Azt kérdezem, hogy ő Istent, mikor bemegy a templomba, akkor megkérdezi Istentől, hogy miért történik ez velünk, és miért ilyen nehéz az élet? Hogy tudja ezt feldolgozni? Azt mondja, ő sosem reklamált, mert minden mi van, annak örül, vagy annak köszönt. Most lemegyek a nappaliba és a konyhába, innen föntről a hálószobába. A bádogtető alatt most is van vagy 40 fok. Mi lehet itt a nyári 50 fokos hőségben? A nagymama ebéddel készül. Én meg zavarban vagyok, mert nyilván a család két napi élelmét áldozta fel most a tiszteletünkre. Nagymama ötféle étellel készült nekünk. Már akkor jobban tudod. Édes.
mindig így szokott lenni, hogy a szegénységet könnyebben megosztják az emberek. A szegény ember az jobban szereti a vendégeket. Az elmaradottság borzalmas dolgokra sarkalhatja az embert. Ha India, Kína vagy Dél-Kelet-Ázsia más elmaradott területein kislánynak születünk, komoly esélyünk lenne rá, hogy a szüleink már magzatkorunkban megölnek bennünket. Mert csak a fiúk lehetnek családfenntartók, csak ők örökölhetik az ősök földjét. Ők viszik tovább a család nevét, és bizonyos vallásokban csak ők végezhetnek fontos szertartásokat. Ezért a szülők az ultrahangos vizsgálat után elvetetik a gyerekeket, ha a magzatról kiderül, hogy kislány. Vagy balesetnek álcázzák a csecsemőgyilkosságokat. Indiában például emészthetetlen ételeket etetnek az újszülöttekkel. Kínában szándékosan a kád szélén felejtik a babákat, hogy a vízbe zuhanva megfulladjanak. Kínában a születésszabályozás bevezetése óta olyan mértékben nőtt a fiúk aránya, hogy számítások szerint hamarosan 50 millió kínai férfi hiába keres magának feleséget. Ha japánnak születünk, így óvodás korunkban van még egy-két jó évünk, amikor szelíd útmutatással szoktatnak a fegyelemre. De aztán jön az iskola, ahol keményen a teljesítményre nevelnének bennünket. Ezt az óvodát egy Sintó templom tartja fenn. A papok egyben óvóbácsik is, de ez nem egyházi intézmény, az ősi természeti vallás tulajdonképpen része a japán emberek hétköznapjainak. Ünnepségre készülnek az óvisok, amíg a gyerekek gyakorolnak, mi japán kísérőmmel Norikóval tiszteletünket tesszük a szentélynél. Itt laknak a kamik, a magasabb rendű szellemek, amikor nem állandó lakhelyükön az égben, a föld alatt, a vizekben vagy a sziklákban élnek. A Sintó istenek láthatólag kitűnően megférnek az óvodásokkal, sőt valószínűleg segítenek is a gyerekeknek fölkészülni a sportünnepére. Kis mongol faluban egy lóversennyel egybekötött iskolai évnyitó ünnepségen vagyunk. Nem sokára elkezdődik majd a lóverseny, ahol egyéves csikókon 6-7 éves első osztályosok fognak versenyezni. Ez errefelé amolyan iskolai érettségi vizsgálat is, mert a gyerekek egy része lovon jár iskolába, tehát aki nem tud lovagolni, nem tud iskolába menni. Úgyhogy ha Mongóliában a sztyeppére születünk, óvodáskorunkra már tudnánk lovagolni. Magyarországon élő mongol barátom Zsárgál is ebbe az iskolába járt. A messziről jött vendégeket a díszelnökségbe invitálták, Mongólia legnagyobb hősei, a birkózó bajnokok és a híres lovasok. A lovasok felvonulása után a versenyzők a startvonalhoz, a falu pedig 12 kilométerrel odébb a célhoz vonul. A 12 kilométeres táv az egyéves kis csikóknak csak nem olyan megerőltető, mint 6 éves lovasaiknak. Mongóliában olyan sok lóverseny van, hogy a nyugat-európai lódoktorok állítólag itt kísérletezik ki a tiltott doppingszereket, amit aztán a nyugati lóversenypályákon vetnek be. Ezeken a csikókon szerencsére még nem kísérleteznek. A gyerekek hetek óta készülnek a versenyre. Az első helyen csikó fut be, kis lovasát nem sokkal a cél előtt elvesztette. Szerencsére a srácnak semmi baja nem történt, mi több a versenybíróság úgy dönt, neki ítéli az első díjat. Azt mondták, ez csikó verseny, már pedig a kis csikó célba ért. Mongóliában a csikó versenyen az a szokás, hogy az első öt helyezett díjat és ajándékot kap. És az utolsó versenyző is ugyanazt az elismerést kapja, mint az ötödik. Ne legyen annak a kisgyereknek se megalázó a verseny, aki az utolsó helyen fut be. Ha Peruban, egy indián faluban, mondjuk a Maruban születtünk volna, 3 éves korunkig a papánk és a mamánk a hátán cipelne. Részt vennénk a munkában is. Így ismernénk meg a világot. Születésünkkor katolikus módra megkeresztelnének bennünket, aztán 3 éves korunkban indián keresztelőnk lenne.
Újdonsült barátaim felkértek, legyek kislányuk Elian a keresztapja. Mert szerintük a kislány az első találkozásunk óta olyan kedves hozzá, mintha kiválasztott volna erre a szerepre. Az indián keresztapaság nagy megtiszteltetés és nagy felelősség. Részt kell vállalni a gyermek felnevelésében. Így két napi gondolkodási időt kértem, de aztán vállaltam. A keresztelőre összegyűlik a falu. Eliana nyilván nem érti pontosan, mi történik, én is most tanulom. A keresztelő úgy kezdődik, hogy a szülők ünnepélyesen átnyújtják a gyereket a keresztpapának, hiszen mostantól a kislány kicsit már az én gyerekem is lesz. Accepto el compromiso de ser el padrino de ella. Nekem pedig a falu előtt el kell fogadnom a keresztapasságot. Komám uram és komám asszony megköszönik a keresztapasságot, én meg töprenghetek, hogy 10 000 kilométer távolságból hogy fogom tartani a kapcsolatot a kislánnyal. Amikor még a posta is csak 2 hónap alatt ér oda. Eliana a maga módján mutatja ki, hogy teljes a bizalom a keresztpapiban. Felköszönt minket a kislány nagypapája is. Ezután következik a rituális hajvágás. Eliana haját még soha életében nem vágták le. Én vághatom le az első tincset. A hajtincsért adomány jár. Ezt komám uramék szépen összegyűjtik, és a kislány iskoláztatására fordítják majd. Perui barátom Javier is levág egy tincset. És sorra jön a család, a barátok, a falu, mindenki levág egy-egy tincset, és pénzt, állatot vagy terményt ajánl fel. Ezzel segítik a kislány jövőjét. Nagy ünnep, hogy Eliana 3 éves. Itt az Andokban 4000 méter felett olyan nehéz az élet, hogy sok kisgyerek meg sem éri ezt a kort. Különösen a fiúk, akik kevésbé szívósak. Fullasztóan ritka a levegő, alig terem meg valami, nehéz egészségesen táplálkozni. Ezért aztán a 3 éves kor nagy ünnep. Most már lehet reménykedni abban, hogy ez a kislány felnő. Eliana egész jól tűri, hogy húzzák a haját, csak egyszer jegyzi meg, hogy jó lenne, ha valaki végre már nem pénzt adna, hanem inkább neki egy szelet kenyeret vagy csokit. A keresztelőt mulatság követi, engem is beöltöztetnek, de alig találnak olyan méretű poncsót, ami rám menne. Ekkor a fejű ember pedig végképp nincs a faluban. A hagyományoknak megfelelően először a keresztlányom és a nővére Rebeka táncoltat meg. A helyi táncban, ha a lány nem találja elég fürgének a legényt, fonott kötéllel megkorbácsolhatja. Úgy tűnik Elianának az egész táncban ez tetszik a legjobban. Ütver nem kimél. Hiába mondom neki, hogy az indián keresztpapának életre szóló kötelességei vannak, illik ott lennie a keresztgyerek életének minden fontos eseményénél, és ha veri a keresztpapát, nem jövök el a ballagására és az esküvőjére. Azt nem akartam mondani, hogy a táncos lábaimmal én ezt az iramot már nehezen bírom. 1200 méter magasan még táncolni. A poncsó nem csak felmenni, lejönni se akar. Életemben először érezhettem magam óriásnak. És tartott a fiesta, ha nem is hajnalig, de egészen addig, amíg a 3 éves ünnepelt el nem aludt. Ha haszid zsidó kisfiúnak születtünk volna, akár itt Budapesten, meglepő módon szinte pontosan ugyanolyan szertartással avatnának bennünket a közösség tagjává, mint Elianát, az inka kislányt. Noha a két vallásnak semmi köze egymáshoz, és olyan távoli a két kultúra, hogy hatással se lehettek egymásra. Eli édesapja meséli el a rokonoknak, barátoknak, hogy ebben a vallásban hogyan zajlik a hajvágási ceremónia. Meg kell hagyni a fajeszt. Szintén a mai naptól hordoz Eli kipát, szemléltető rojtokat, cicesztés. Eli ezért is 3 éves. A mai naptól nem csak vallása kellékeit viseli, hanem megkezdődik a formális tanítása is. A zsidó gyerekek ugyanis 3 éves korukban kezdik tanulni a betűvetést. Így hamar elkezdhetik olvasni a Bibliát és az imádságokat. Eli be is mutatja, hogy már sok betűt ismer az Alef Bészből, a Héber ABC-ből. Bölcseneim szerint az oktatást a Tojra Civa verssel kell elkezdeni. Ennek a fordítása Mózes törvényt adott nekünk, Jákob gyülekezetének örökségül. A gyerekekkel most közösen elmondjuk ezeket a verseket. Az Eli mondja az első verset szavanként, és mi együtt mondjuk utána. Shema! 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 Yisrael! Adonai! Adonai! Hey, szokás összekötni a hajvágást az oktatási másik aspektusával, az adakozásra, a szadakára szoktatással is. Ezért azért lekössük a fiút,
szokás, hogy mindenki a kezébe ad egy kis tadakát, adomány, és azt az Eli berakja a perseibe, és amíg ezt teszi, addig levágjuk a haját. Az így befolyó összeget az Eli óvodájára fogjuk fordítani. A nyalókát ugyan nem a zsidó bölcsek írták elő, de egy 3 éves kisfiú ennyit igazán megérdemel, hogy végigállja ezt a szertartást. Eli első hajtincseit a papa és a mama vágja le. Aztán jön a család, a barátok, mindenki gondosan ügyel, hogy az ősi törvénynek megfelelően két oldalt megmaradjon egy-egy tincs, a pajesz. Szaporodik a haja tálban, Eli persejében pedig az adomány. A pénzt a kisfiú a hagyományoknak megfelelően jótékonyságra fordítja, az óvodájának ajándékozza. És Eli természetesen tortát is kap, hiszen 3 éves. Ha Marokkóban arab kisfiúnak születtünk volna, most 3 éves korunkban lenne a körülmetélésünk. A zsidó kisfiúknak 1 hetes korukban vágják le a fütyiükről a fityymát, az arab gyerekeknek itt Marokkóban 3-5 éves korban. Másutt az iszlám világban és Afrika belsejében pedig még később történik ez az avatási szertartás. Omar nem tudja pontosan, mi készül. Csak annyit mondtak neki, hogy nem sokára nagyon büszke lehet magára és ajándékot kap. De Omar aggódva lesi az előkészületeket. A szülők ilyenkor nincsenek jelen, hogy ne hozzájuk kötődjön a fájdalmas esemény. Az egyik nagybácsi és a barátok igyekeznek segíteni a gyereknek. A papa el is ment itthonról, a mama pedig kint van az asszonyokkal az udvaron. A körülmetélést megtalálhatjuk szinte valamennyi sivatagi kultúrában, az ősi higiénia része. De ami teljesen érthetetlen számomra, az a női körülmetélés. Afrika egyes vidékein a kislányok csiklóját csonkolják, és ezzel örökre megakadályozzák őket az örömteli nemi életben. Omar okos nagyfiúként tűri, hogy a helyi borbé közreműködésével kisbabából nagyfiúvá avassák. Az udvaron ünnepel a család, és a hangos zene elnyomja a kicsi fiú fájdalmas sírását is. A hagyományoknak megfelelően nincs érzéstelenítés. A bölcsek azt vallják, hogy a fájdalom hozzátartozik életünk minden nagy változásához. Fájdalommal szűj, mondja az írás. Fáj a születés, a nagyfiúvá vagy nagylányjá válás, fáj a szülés és fájnak az öregkori betegségek. Ajaj, éreztem, hogy baj lesz. A saját bajaimat mindig csöndben tűrtem, de egy kiszolgáltatott kisgyerek fájdalmát képtelen vagyok elviselni. Arab barátaim megmosolyognak és nyugtatnak, ez a hagyomány. Omar túl van a nehezén. Ellátják a sebét és kicsit pihen. Aztán következik az ünneplés, az ajándékozás. Barátjától Naimtól játékot kap, többiektől pénzt és csokit. Lassan bejön a család, a nagymama, nagynénik, a testvérek. Valamennyien színlelt csodálkozással kérdezik, hogy mi történt, amikor kimentek a házból, itt egy kisbaba volt. Aztán nem hallottak semmit, csak zenéltek, és mire visszajöttek, egy igazi nagyfiú fogadta őket. Gyimesi Csángónak születtünk volna, babalátásra jönnének hozzánk szüleink barátai, mint most Kinga és Imi. Köszönöm szépen! Itókát az anyának. Köszönjük szépen! Itókát az apjának. Jelenleg munkában van. Ezen a vidéken is babona, hogy illik a gyereket megköpködni. Miért kell megköpködni a szegény kisbabát? Azért, hogy ne fájna feje, mert hogyha megigézik, akkor fáj a feje, sír. Azt honnan lehetne tudni, hogyha megigézték volna? Nyugos, sír. Sír, nem tud aludni el. Na tehát egy kisbaba az nyugos, és sír, olyankor mindig meg van igézve? De hogyha meg vizet vetsz, leszállnak az ajában. Gyufaszállok, akkor meg van igézve. És ha nem szállnak le, akkor csak nyugos. Ezt este rögtön ki is próbálhattuk. Szegény Attikát annyit csodáltuk, hogy véletlenül megigéztük. Imi a papája szerencsére nagy mestere annak, miként lehet kiűzni a rontást. Szökjük a pohárba a vizet.
És akkor ahány szál van, annyi mi atyánkot el szoktunk mondani. És mi van? Elégetett gyufákat? Igen, belevágjuk. És ha meg van igézve, akkor leszáll. Egy már le is szállott. Igen, az aljára. Egy fenn van, egy leszáll. És közben mondod a mi atyánkot? Igen. A gyufás vízzel aztán Imi megkeni a kisfiú homlokát, kezét, lábát, hasát és 7 cseppet a nyelvéhez is érint. Ezt a vizetést el kellett végezzük, azért már honnan nem tudtuk egyszerűen eloltatni. Úgy sírjuk át. És tessék, elmúlt a rontás. Ha Csángó földön születtünk volna, 10 évesen Kingucival első áldozásra készülnénk. Ez a csángóknál a ritka alkalmak egyike, amikor a család viseletbe öltözik. Az első áldozó kislányt is csángó viseletbe öltözteti a nagymama, nem fehér ruhában, mint másutt szokás. Ahogy Anna néni meséli, a ruhát ő készítette, amikor Kinguci mamája volt első áldozó. A mise után olyan díszes ebédet rendeznek a kislány tiszteletére, mintha a lakodalmát ülnék. Nem olyan régen a csángók hétköznap is ilyen viseletbe jártak. Ebben a népviseletben nehéz a munka, nehéz munka. Apósomék és ilyenben dolgoztak, ők így voltak még, ezelőtt 5 évvel. Na, ezek mehetnek a misére, hál' Istennek. Isten segé. Kingucinak a hagyományoknak megfelelően a család összes tagjától bocsánatot kell kérnie elkövetett bűneiért, hogy tisztán járulhasson Krisztus elé. Anna néni pedig búcsúzóul felajánlja, vigyünk egy emléket tőle is, egy szép régi dalt, amit még édesapjától tanult. Húznak hajnal akar lenni, Horti Miklós el akar utazni, az a piros fehér zöld, a házája drága magyar föld. Azt védi a Horthy Miklós katonája, az a szlája piros-fehér zöld, a hazája drága magyar föld. Azt védi a Horthy Miklós katonája. Valamikor a szál énekeltük volna, Temlászbőr ott vattuk volna ki. A gyerekek eközben már a plébánián gyülekeznek. Ők az esemény kis házigazdái és háziasszonyai. Ma minden róluk szól. A keresztény vallásban ez a nap a mérföldkő, amikor egy gyerek teljes jogú hívővé válik. Ekkor kezd megbarátkozni azzal a szellemi értékrenddel, ami egész életét irányítja majd. Igazi hívővé persze nem válik egy csapásra az ember. Meg kell tanulni például türelemmel végigülni egy több órás misét, ami valljuk meg még egy gyakorlott hívőnek is komoly próbatétel. A gyerekek ebből a szempontból is egyformák a világon. Nem lelkesednek a szertartásokért, de ettől még jó ember válhat belőlük. Legközelebb arra keresem a választ, hogy 3 házasság és tucatnyi elfuserált párkapcsolat után tudok-e még valami okosat tanulni. Indiában részt veszünk egy gyerekesküvőn, ahol a menyasszony 12 éves. Az andokban megtudjuk, milyen a próbaházasság, és kiderül, hogy az inkák utódai sátor alatt esküsznek, akárcsak a zsidók. És hogy Marokkóban a nász éjszaka után még mindig fel kell mutatni a véres lepedőt. Kiderül, hogy a csángó vőlegény nem akarja elvenni az öreg menyasszonyt a babával, és belezavarodunk egy japán esküvői szertartásba. Viszontlátásra!
mesék mindig azzal végződnek, hogy az ifjú pár boldogan él, amíg meg nem hal. Aztán telnek az évek, jön néhány csalódás, válás, és az ember rájön, hogy a párkapcsolatok kicsit bonyolultabbak, mint a mesékben. Ennek ellenére még 100 évesen is a mesebeli szerelemben reménykedünk. És néha bejön. De hogyan lehet befejezni egy mesét egy olyan vidéken, ahol az embernek egyszerre 3 felesége van? Mint sok helyütt ma is az iszlám világban. Vagy ha mondjuk az asszonynak van több férje, mint ahogy a csendes óceáni szigetvilág némely törzsénél volt szokás. Boldogan éltek mind a 4-en. Vagy olyan kultúrákban, ahol a szerelem nem is kelléke a házasságnak, mint a mai napig Indiában. Ez az egész szerelmi izé pár évszázados történet. Korábban nem nagyon tudták megkülönböztetni a testi vonzódástól. És a házasságnak inkább vagyoni, vallási, törzsi vagy politikai alapja volt. A szappanopera szerzők és a pletykalapok akkoriban éhen haltak volna. Barátaimat arra kértem, mutassák meg saját kultúrájukat. Norikóval Japánba, Zsárgállal Mongóliába, Javierrel Perúba, Saiddal Marokkóba, Szaharába utaztunk. Gergő az ortodox zsidó, Feró az olá cigány hagyományokba vezetett be. Vajamán apu az Amazonas vidékén, Kinga pedig a Kárpátokban Gyimes felsőlokon látott vendégül. És így kerültem Indiába Ranjittal. Indiában régebben már 7-8 éves korban összeadták a fiúkat és a lányokat. A gyerekesküvő ma már tiltott, de létezik. India belsejében egy elmaradott kis faluban megengedték, hogy részt vegyünk egy ilyen esküvőn. Ezúttal a vőlegény 13 éves. A fiút megáldják. Karddal a kezében vonul be, mint egy királyfi. A fiúnak igazság szerint paripa is dukálna, de a család jövedelme és a helyszüke most ezt nem teszi lehetővé. A menyasszonyt ölben hozza az apja. A kislány 12 éves. Úgy látom, a fiú nem túl boldog. Nem csoda, a gyerekeknek nem volt beleszólásuk a házasságba. Miután a szülők kihirdették, hogy a fiú és a lány eladósorba kerültek, jöttek az ajánlatok. A jelölteket először a testvérek, nagynénik, nagybácsik ellenőrizték. Amikor aztán a kis vőlegény és menyasszony mindkét családnál átment a rostán, kikérték egy asztrológus véleményét is, így hozták meg a szülők a döntést. Ideális esetben a fiúnak magasabb kasztból kell származnia, és jobb módúnak kell lennie, mint a lánynak. Ahogy elnézem, ezek a gyerekek alig, hanem a szegénységen fognak osztozni. A fiatalok sok esetben csak az esküvőn látják egymást először. Most, amikor felfedik a menyasszony fájtát. Az ifjú pár kezét a ruhájukra erősített kendővel átkötötték, és úgy járják körbe a tüzet, a tisztaság jelképét. A virágsziromnak, a pénznek, a magoknak, az olajnak is mind szimbolikus jelentése van. Ezzel kívánnak gazdagságot, bőtermés, termékenységet és egészséget az ifjú párnak. Aztán összekötik a ruhájukat, jelezve, hogy mostantól ők már összetartoznak. Így élnek napokon keresztül összekötözött ruhával, minden tevékenységüket együtt végzik, hogy megismerjék és megszokják egymást. Indiában miközben az emberek fallják a melodramatikus indiai filmeket, a fiatalok a mai napig szinte kivétel nélkül úgy házasodnak, hogy a család választja ki a párjukat. Mert hogy állítólag a szülők, a család higgadtabban tud dönteni, mint egy szerelmes fiatal. Egyes családoknál már megengedik, hogy ha a kiválasztott jövendőbeli nem tetszik, a fiatalok visszautasíthatják. Indiai barátomnak, Joy Tindrának például már vagy 20 lányt bemutatott a család, de ő valamennyire nemet mondott. Míg végül meglátta Bartit. Az asszonynak Joy Tindra volt az első ajánlat, és mindketten azt állítják, hogy első látásra egymásba szerettek. 20 éve boldog házasságban élnek. Ilyen is van. Az esküvő minden kultúrában kicsit színházi előadás. Főszereplőkkel, narrátorral, bohócokkal, megható és vidám pillanatokkal. És az előadások azt is jól mutatják, milyen színházi hagyományok élnek azon a vidéken. A Commedia dell'arte-tól a japán kabuki színház. A Kárpátokban, Gyimes felsőlokon is lánykikéréssel kezdődik az esküvő, mint sok helyütt a magyar nyelvterületen. Áld meg, uram, a két egybe kelendő ifjot, valamint megáldott a Szent János pohara. Az égenek harmatával,
a földnek zsírjával, aki nem kiáltsa, de azt nem viszik belőle. A vőlegény Nász népe otthon már elbúcsúztatta a vőlegényt, és most nyoszoljó lányokkal és pálinkás putykosokkal alaposan felszerelkezve megérkezett a menyasszony házához. Miközben a vőlegény és Nász népe türelmesen várakozik az esőben, bent a házban a vőfély megtartja a lány búcsúztatót. Kedves édesapám, legelső szavamat te hozzád intézem a búcsúzásomat. Ki engem tápláltál, ruháztál, leneváltél, légy mindezért áldva a Jóistennél. Az ősi dramaturgia évszázadok óta ugyanaz, de évszázadok óta ugyanolyan megható. Jövetelünk célját elmondom röviden, hogyha méltatnak és meghallgatnak szépen. A kedves vőlegényünk a maguk becsületes házánál feltalálta élete párját, a kedves menyasszonya. És hogyha lesznek szívesek nekünk ide a készfogás és gyűrűváltás helyére előállítani, hogy a Gyimes felsőlöki római katolikus templomba oltár elé vezessük, akkor ígérem, hogy én még külön meg fogom köszönni. A hagyományhoz tartozik, hogy a vőlegénynek tréfából először egy másik menyasszonyt ajánlanak fel, hogy megbizonyosodjanak róla, elég állhatatos-e. Itt a házi drága kincsünk, ha megfelel, akkor még éppen 5 percig most indulhatunk. Ástig kéne megfelelna, de egy egész életre kéne. A többség általában ragaszkodik az eredetihez, ami teljességgel érthetetlen, mert az álmenyasszony is igen takaros, és még a baba csinálással se kellene fáradozni. Úgyhogy a család úgy dönt, kiadja a lányt. Addigra már az igazi menyasszony is elegendő bátorságot gyűjt, hogy elinduljon az új életbe, az asszony sorba. Ezt a csokrot tudod mondani, hogy egész életedben fogsz szeretni, és nem fogsz megcsinálni. Miután a Nász nép is kellő bátorságot merített a butykosokból, lassan elindulnak a templomba. Honnan meg a lakodalomba, hogy hajnalig mulassanak. Eztán már csak ásókapa és nagy harang választhatja el őket. Egy esküvő, amire meghívtak minket, de hogy pontosan mi történik, az most fog kiderülni. Tudnilik, Japánban Norikót megkértem, magyarázza el nekem, hogy zajlik a Shinto esküvői szertartás, de olyan bonyolultnak tűnt, hogy elvesztem a részletekben. Azt tudtam, hogy az emelvényre csak a családtagok mehetnek, de döbbenten tapasztaltam, hogy én vagyok az egyetlen vendég a széksorokban. Igazából azt kellene mondanom, hogy erre a másik esküvőre is meghívtak minket, de a valóság az, hogy eltévesztettük, és kicsit korábban jöttünk, elmentünk egy másik esküvőre. Ez az az igazi, ahova tényleg meghívtak minket. A japánok általában két vallást gyakorolnak párhuzamosan, a sintót és a buddhistát. A temetési szertartás mindig buddhista, az esküvő viszont az ősi természeti vallás ceremóniái szerint zajlik. A menyasszony és a vőlegény hagyományos esküvői ruhában vannak. Japánban nem illik sehova cipőben belépni, úgyhogy még a Nász nép is mezítláb megy fel az emelvényre. Közben kiderült, miért árválkodok én szinte egyedül a lenti széksorokban. Japánban az esküvőn általában csak a család vesz részt, a barátok csupán az esküvő utáni lakomára hivatalosak. Az eseménynek természetesen része egy rituális teaszertartás. Újabb példa arra, hogy a kultúrák nem is állnak olyan távol egymástól. A japán vőlegény ugyanolyan ügyetlen, amikor a gyűrűt kell felhúzni, mint a vőlegények bárhol máshol a világban. Megkérdeztem az ifjú párt, hogyan ismerkedtek meg. Azt mondták, Japánban ma már nagyon ritka, hogy a család hozza össze a párokat. Az övék is szerelmi házasság. Bár úgy látják, hogy korábban a szülők által kiválasztott párkapcsolatok tartósabbak voltak.
Ez pedig a házassági eskü, melyet Szakéval, Rizspálinkával pecsételnek meg. A pár elhelyezi a sintó szertartások állandó kellékét, a természetet jelképező faágat az oltárnál, és a pap hosszú boldog házasságot kíván nekik. És mint a világon mindenhol szokás, következik az esküvői fotózás. Csak itt talán kicsit aprólékosabban. Nagyon érdekes, az a fantasztikus egyébként ebben a sintoista esküvőben, hogy egy kicsit hasonlít a japán színházi előadásokhoz. Tehát, hogy a mozdulatok zenével vannak aláfestve, és minden egyes ilyen apró részlet, ugye, ahogy látjuk, olyan, mintha zenére komponálták a magát az esküvőt. Megpróbálok ismerkedni a Tokiói utcán. A lányok azt mondják, hogy Japánban a fiatalok ma már főként társaságban találkoznak a jövendőbeliükkel, és szerelemből házasodnak. Nekik is az a véleményük, hogy régen kevesebb volt a válás, ennek ellenére azért ők is a nagy szerelemre várnak. Próbáltam kiszedni a srácokból, hogyan kell Japánban csajozni. Ez a fiú azt szokta kérdezni a lányoktól, nem láttak-e errefelé egy pingvint. Ez állítólag Japánban bejön. A másik srác azt mondja, ő ragaszkodik ahhoz, hogy a lány, akit majd egyszer feleségül vesz, szűz legyen, sőt ő is meg akarja őrizni magát. Viszont ők vidékiek, teszi hozzá, a tókiójak mások. Mongóliában vidéken se csináltak nagy ügyet a házasság előtti szexuális kapcsolatból. Ezt jelzi ez az útjelző tábla is. Igen, ez pontosan az, aminek látszik. A közeli lámakolostorból évszázadokkal ezelőtt erre sétált egy főláma, és csodálkozva látta, hogy a szemközti hegyoldal egészen olyan, mint egy gyönyörű női szeméremdomb. Úgy gondolta, nem volna igazságos, ha egyedül árválkodna, és rendelt neki egy kőfükit. Azóta ez egy szent hely. Ide zarándokolnak azok, akik termékenyé szeretnének válni. A régi kultúrák számára a szexualitás sokkal természetesebb volt, mint manapság. 1001 éjszaka ide vagy oda, az arab világban a szerelem, különösen a szex még ma is tabu téma. Magyarországon élő marokkói barátommal, Száiddal és unokaöccseivel félrevonultunk, hogy így egymás között férfi dolgokról beszélgessünk. Hassan udvarol egy kislánynak, de a kislány nem jöhet hozzájuk, és neki sem illik az ő házukba menni. A lány családja nem is tudja, hogy a fiatalok találkoznak, azt meg különösen nem, hogy már úgy találkoznak, mint a felnőttek. És ezt a kislányt, akivel most ő jár, ki fogja elvenni feleségül? Hassan azt mondja, nem akarja elvenni ezt a kislányt, hiszen már nem szűz. Márpedig az a férfi, aki nem szűz lányt vesz feleségül, az szerinte nem is férfi. Lám, így keveredik a hagyományos és a mai erkölcs. Nem jelmezbálba készülök, hanem Said azt mondta, aki most egyébként nem ismer idejönni, hogy próbáljunk úgy viselkedni, mint hogyha helyiek volnánk, és ezért kaptunk tőlük egy ilyen ruhát. Tulajdonképpen az esküvő kezdődik mindjárt. Az esküvő Marokkóban úgy kezdődik, hogy a vőlegény elhozza a nászajátékot. Itt van több zsák cukor, szúnyeg, valahol kelmék is vannak és cipők. A nászajándék többek között az a teve és a bárány. Megszólalásig marokkói vagyok. Csak az a baj, hogy meg kell szólalnom, mert időnként megszólal. Most az összes arab tudásomat elmondtam. De meglepetésemre végül elfogadnak, sőt, mindig akad valaki, aki elmagyarázza, hogy éppen mi történik. 5000 dirhámot is fizetnek nászajándékba, mondta a fiatal ember ott az autóban, ami körülbelül 125.000 forint. Megtudtam, hogy a pénzen, a tevén, a bárányon és a szőnyegeken kívül pontosan 320 kiló cukorral, 20 rend ruhával, 20 pár cipővel és aranyékszerekkel kápráztatja el a vőlegény a mennyasszony. Ehhez jön a család nászajándéka a hifi toronytól az ágyneműig. Aztán a vőlegény násznépe átvonul a lányos házhoz, ahol közben a mennyasszony rokonai barátai már órák óta mulatnak. Én a Száidtól kapott áruhámban próbálok beépülni a vendégseregbe. Abban bízom, hogy a mennyasszony násznépe azt hiszi, hogy a vőlegényhez, a vőlegényé pedig, hogy a mennyasszonyhoz tartozom. Az esküvő több napig tart.
Először a menyasszony, aztán a vőlegény házánál. Templomi szertartás nincs. A házasság itt valójában a két ember, pontosabban a két család közti szerződés, a tanuk pedig a násznép. Allah meg úgy is látja fentről. Amíg a násznép zajosan mulat, az ifjú pár csendben elvonul a szomszédos szobába, nász éjszakára. Hogy aztán hajnalban a véres lepedőt, a menyasszony szüzességének bizonyítékát bemutathassák a családnak és a közeli barátoknak. A násznép boldogan ünnepli a bizonyítékot, és teljes joggal, mert ahogy belegondolok, több száz rajongó drukkeler a szomszéd szobában, a nász éjszaka nem lehet leányálom. Ugye, hogy a párkapcsolat nem csak nálunk bonyolult? Láttuk, Indiában a család választja ki a jövendőbelit. A magyar vidékeken sírva, vigadva készülünk a házasságra, sejtve a folytatást. Japánban csak a család vesz részt a szertartáson, míg Marokkóban még a véres lepedőt is fel kell mutatni a násznépnek. Kenyában rögtön kiderül, mire jó egyszerre három feleség. A perui andokban a férfi kötöget otthon, és ugyanúgy sátor alatt esküsznek, mint a zsidók. Az például elég nehéz felfognom, hogy Kenyában Dini Ahmed hogyan tud bensőséges viszonyban élni egyszerre három feleséggel, amikor én évtizedek óta tanulom, hogy miként lehet akár csak egy feleséggel is együtt élni. Fatima, az első feleség alszik az első szobában, Nuru a másodikban, Halima pedig a harmadikban. Dini Ahmed bizalmasan elmeséli, hogy szigorú beosztás szerint két-két napot alszik egy asszonnyal. Így vándorol hálószobáról hálószobára. Dini Ahmed azt mondja, hogy az asszonyokat szigorúan kell fogni, mert még egy asszony is képes az ura fejére nőni, hát még három. Mindig mindenből hármat vesz. Igyekszik mindhármat egyformán ellátni. Ha egyik nap az egyiket viszi moziba, legközelebb a másikkal megy sétálni. Ezt így írja elő a Korán is. Az asszonyok közösen főznek, közösen nevelik a gyerekeket, sőt egymás gyerekeit szoptatják. A gyerekek is testvérnek tekintik egymást, függetlenül attól, ki melyik anyától származik. Dini Ahmed azt mondja, a több nejűség drága, de sokkal jobb megoldás, mint a nyugati házasságok, ahol a férfiak elhagyják megunt feleségeiket, akik aztán magányosan, anyagi kiszolgáltatottságban élnek. Meg aztán sok nyugati férfi is több nejű mondja, mert szeretőket tart, csak megalázó módon titokban. Azt mondja, ha az embernek van három felesége, más nőre már ránézni sincs ereje. Mellesleg ez a több nejűség nem butaság. Magyarországon annyi helyes szingli nőt ismerek, és olyan kevés a család felelősségét vállalni merő férfit, hogy a több nejűség bevezetésével rögtön harmadolni lehetne a problémát. A perui takilében is csak egy feleség van, de az viszont alapos próba után. Itt a Titikakató közepén fekvő szigeten a fiúk tükörrel udvarolnak. Ha a lány elfordul, az a kikosarazás. Ha állja a fényt, szabad a pálya. Ezen a szigeten fordított a férfi-női szerep. A nők pásztorkodnak, a férfiak kötögetnek. És ami különös, noha katolikusok megtartották az ősi kultúrából a próbaházasságot. Ez a pár is hónapok óta próbaházasságban él, hogy eldöntsék, együtt maradnak-e. Ha nem, semmi baj, lehet újra kísérletezni. Ha a lány közben áldott állapotba kerül, a gyereket a nagymama neveli fel. De ha a házasság mellett döntenek, többé nincs válás. A perui andokban egy másik indián faluban az esküvőhöz készülődnek. A szertartáshoz tartozik a bohóc pár is, akik kifigurázzák az eseményt, így keverik az ünnepélyességet a vidámsággal. Itt az ifjú pár tanulja a keresztszülő. Keresztszülőből pedig van néhány. Egy a katolikus szokás szerint a születéskor, egy indián szokás szerint 3 éves korban, egy az esküvőre, de még a háznak is van keresztszülője. Ő a menyasszony, Valentina, ő pedig a vőlegény, Juan de Dios, a többiek a keresztszülő. Az esküvői ceremóniára zöldelő ágakból kis kunyhót építenek, ami a jövendő közös otthont jelképezi. A keresztet pedig kantu virággal díszítik, ami az andoki indián hit szerint megvédi a házat a rontástól. A szertartáson ott van az egész falu, de pap nincs. A falu bíró adja össze a fiatalokat. Az esküvő körbejárással kezdődik, nagyon sok kultúrában ezzel is óvják magukat a rontástól. Mert a természet és az élet állandó körforgás.
Most jön az a fránya gyűrű, aminek az a tulajdonsága, hogy a világon sehol sem egy felsimán. Valamelyik újra csak jó lesz. Az Andokban a gyűrűt is a falubíró húzza fel, de ő se ügyesebb, mint a vőlegények. Aztán a falubíró és a keresztülők sorra életre szóló tanácsokkal látják el a fiatalokat. És itt tanultam a párkapcsolatról a legérdekesebbet, amit valaha hallottam. Hogy miközben mi a nyugati kultúrában, a házasságban is igyekszünk megőrizni saját függetlenségünket, az inkák értékrendje szerint, ha egy férfi és egy nő egybe kell, attól a pillanattól fogva ők már egy személynek számítanak. Így is beszélnek magukról, van rá egy külön szó a kecsua nyelvben. Az indiánok úgy tartják, hogy egy igazi párkapcsolatban meghal a fiú és a lány korábbi személyisége, és egy új, egy közös keletkezik belőle. Ezért aztán, míg nálunk úgy becézik egymást a szerelmesek, hogy életem, az indián házaspár úgy kedveskedik egymásnak, hogy édes halálom. Az Andokban ünnepek alkalmával mindenkit virágeső köszön. Jön a lakodalom. Hozzák a burgonyát és a kukoricát, meg a kukoricasört, a csicsát. Valentina és Juan de Dios egymást etetik. De hát mi már tudjuk, ők mostantól fogva egyek, tehát így is úgy is magukat etetik. Anna és Gergő ortodox zsidók. Az esküvőjük is hagyományos zsidó szertartás szerint zajlott. Ma már két kislányuk is van. Gergő tanár, Anna művészettörténész. Egyelőre otthon van a gyerekekkel. Még találkozunk velük ebben a sorozatban. Az esküvőt egy héttel a férfi és a nő nem találkoznak egyáltalán. A mennyasszonyt édesanyja és a fiú mamája, a vőlegényt édesapja és a lány papája kíséri a szertartásra. És itt van a lefátyolozás, hogy a vőlegény lefátyoloz, és az apa megáldja utoljára az életben a lányát. Ezt mindig szokás péntek este megáldani, és ezek után már ugye a feleség az már a férhez tartozik, nem az apához. És egy nagyon megható pillanat, el is írta magát, mert ugye ez egy búcsú, egyfajta búcsú a lányától. A szertartás sátor úgynevezett huppe alatt történik, ami a nász szobát, illetve a közös házat jelképezi, mint ahogy az andoki indiánoknál is láttuk. Az alkohol is szinte minden kultúrában a szertartások része. Zsidóknál, keresztényeknél a bor, Japánban a szake, az Andokban a kukoricasör. Légy a feleségem Mózes és Izrael törvénye szerint. Megadom a neked járó 200 ezüst zúzt, ami törvény szerint megillet. És az általános szokások szerint gondoskodom élelmedről, szükségleteidről és a házas életbeli kötelezettségeim teljesítéséről is. A zsidók nyilvánosan házassági szerződést kötnek, aminek a szövege több ezer éve ugyanaz. A szerződés célja, hogy a feleség ne legyen anyagilag kiszolgáltatva a férjének. Több ezer éve a pohártörés szentesíti a kapcsolatot. Mazel tov. És aztán az ifjú pár boldogan él, amit meg nem hall. Legközelebb először Bombayba, Indiába utazunk, hogy megtudjuk, miért ajándékozta el egyik gyerekét egy indiai üzletember. Aztán a mongol sztyeppén beköltözünk egy jurtába. A Szaharában pedig megismerjük marokkói barátom Said papáját, aki rabszolgaként született, és nővérét, aki egy háromnejű arab ember egyik felesége. Az erdélyi havasokban megtudjuk, hogy ott miért laknak kunyhóban a milliómosok. Aztán átrepülünk az óceánon a titokzatos inka városba, Machu Picchuba, és egy kis indián faluba, hogy kiderítsük, vajon még ma is halálra kövezik-e a lustákat az inkák. Viszontlátásra!
fiatal koromban az indiai életszemlélet volt az álmom. Az ember 25-30 éves kora között gyermekeket nemz, 55 éves korára felneveli őket, aztán visszavonul, és csak a bölcselkedésnek él. A gond csak az, hogy nekem 40 évesen, 50 évesen, sőt még azon túl is születtek gyermekeim, úgyhogy labzárt akkor, ha jól számolom, 80 fölött leszek, mire végre a bölcselkedésnek élhetek. Ma először Bombayba, Indiába utazunk, hogy megtudjuk, miért ajándékozta el egyik gyerekét egy indiai üzletember. Aztán a mongol sztyeppén beköltözünk egy jurtába. A Szaharában pedig megismerjük marokkói barátom Said papáját, aki rabszolgaként született, és nővérét, aki egy háromnejű arab ember egyik felesége. Az erdélyi havasokban megtudjuk, hogy ott miért laknak kunyhóban a milliómosok. Aztán átrepülünk az óceánon a titokzatos Inka városba, Machu Picchuba, és egy kis indián faluba, hogy kiderítsük, vajon még ma is halálra kövezik-e a lustákat az inkák. Barátaimat arra kértem, mutassák meg saját kultúrájukat. Norikóval Japánba, Zsárgállal Mongóliába, Javierrel Perúba, Saiddal Marokkóba, a Szaharába utaztunk. Gergő az ortodox zsidó, Feró az olá cigány hagyományokba vezetett be. Vajamán apó az Amazonas vidékén, Kinga pedig a Kárpátokban Gyimes felsőlokon látott vendég. És így kerültem Indiába Ranjittal. Bombayban vagyunk, Indiában. Hogy megnézzem, hol kéne nekem visszavonultam bölcselkedve élni. Lehetnék mondjuk Jain, mint Joytindra, bombayi barátom, aki a fejébe vette, hogy megkedvelteti velem a világ legszigorúbb vallását. Rám igazán nem lehet panasz, igyekszem becsületesen követni minden útmutatását. Ugye a különböző ujjunkat különböző dolgokra használjuk, ezt is használjuk, ezzel mutogatunk, ezt is használjuk ugye bizonyos mutatványokra. Az az egy új, amit igazából semmi más célra nem használunk, az a gyűrűs új, és ezt az egy újat kell Isten számára fenntartani, mert ez tiszta. Akkor, amikor én most a saját magamnak a böttyöt csinálom, a szentelt szantálom, akkor a mutatóujjamat használom, nem azt, amit Istennek tartok fel. Itt van a templomban Joytindra családja is. Szülei, felesége, gyerekei, testvérei, unokahúgai. Az imádsághoz tartozik, hogy mandalákat, misztikus formákból álló kozmikus jeleket készítenek, többek között horogkeresztet. Ezek az emberek sosem hallottak Hitlerről, így aztán arról sem, hogy a nácik mire használták a hinduk és a buddhisták több ezer éves szerencsejelét. A konokap hívők nem örülnek a látogatásomnak. 40 fokos hőség van, szakad rólunk a víz, eddig három helyről zavartak ki. Én már csöndesen elsündörögnék, de Joytindra ismeretterjesztő szenvedélye nem lankad. A vallási viták levezetésére meghívnak egy zenés táncos imádságra, hát ha itt majd oldódom. Mélyen vallásos Jain ilyen seprűvel söpröget a lábai előtt, nehogy akaratlanul eltaposson egy aprócska rovart. A Jainok annyira tisztelnek minden élőlényt, hogy nem esznek állatot, de az igazán vallásosak kendőt is hordanak a szájuk előtt, hogy még a láthatatlan élőlényeket se pusztítsák el lélegzetükkel. A Jainok nem végezhetnek mezőgazdasági munkát, nehogy földművelés közben megsértsenek egy föld alatt bújó bogárkát, és nem esznek gumos növényt, burgonyát, hagymát se, nehogy elegyék a rovarok elől a táplálékot. A szerzetesek vidéken mesztelenül járnak és alamizsnából élnek. Itt a városban is csak kőpadlón alszanak a templomban, még személyes tárgyaik sem lehetnek, csak gyalog járhatnak, nem szabad filmezni, fényképezni őket, és néhány havonta templomot cserélnek, hogy még a hívőkhöz se kötődjenek. Sejem kelmébe csomagolva tartják a másfél ezer éves szanszkrit nyelvű szent iratokat, amiről most szintén kiderült, hogy nem szabadna megnéznünk. De Joytindra nem könnyen adja meg magát. Hajlandó elénekelni nekünk az egyik legszentebb mantrájukat. Blessing. Hát ez volt a szanszkrit énekes imádság. Kíváncsi voltam, hogy a világ legszigorúbb vallásának követői milyen családi életet élnek. Joytindra vagyonos üzletember, de luxusra nem költ. Jövedelmének jelentős részét jótékonyságra fordítja, akár csak közös barátunk Ranjit. A Jainoknál egyébként is az egyik legfontosabb erény az adakozás, aminek néha számunkra egészen meglepő formáit is választják.
Barty és Joytindra megsajnálta Joytindra testvérét, aki boldog házasságban él, de nem lehetett gyerekük. És úgy döntöttek, adományként szülnek nekik is egyet. Nem volt könnyű odaadni a kisfiút, meséli Barty, de sógornője boldogsága minden fájdalomért kárpótolta. A sógornő az egész terhesség alatt ott volt Barty mellett, jelen volt a szülésnél és később minden szoptatásnál, hogy teljesen magáénak érezze a kisfiút, és azóta boldogan nevelik a testvéri adományt. Salonival most eljátsszák, hogyan ünnepelték a születését, amikor egy száliban ringatva bemutatták Istennek. Akik minden élőlényt tisztelnek, mint a Jain vallásúak, természetesen tisztelik az embert is. Főként az időseket és a gyerekeket, akik még vagy már rászorulnak a segítségre. Úgy tartják, hogy öregek és gyerekek nélkül nincs múlt és nincs jövő. Enélkül pedig nincs jelen se. Ahogy elnézem a családi összejövetel, itt is hasonló, mint nálam vasárnaponként. És a családi buli minden alkalommal közös tánccal végződik. Szóval itt kellene nekem visszavonultan a bölcselkedésnek élni. Ulánbátorban még nem értettem, hogy mongol barátom Zsárgál miért válogat magának olyan gondosan fejfedőt. Végül ő talált egyet, de én egyikkel sem tudtam olyan bensőséges kapcsolatba kerülni, hogy megvettem volna. Zsárgál 17 éve érkezett Magyarországra, Mongóliából. Eredetileg Moszkvába jelentkezett egyetemre, de most már úgy gondolja szerencséjére, ahhoz nem volt elég jó tanuló. Vígasz ágon jutott a budapesti állatorvosi egyetemre, és annyira megszeretett nálunk, hogy itt maradt. Azóta ő Batukán pesti rokona, ahogy Ady Endre mondaná, pontosabban inkább érdi rokona, hiszen a kis állatorvosi rendelő, amit egy magyar kollégájával együtt tart fenn, Érden van. De Zsárgál minden évben hazalátogat a családhoz Mongóliába, és fölajánlotta, kísérjük el. Zsárgál családja a fővárostól 500 kilométerre lakik a sztyeppén egy tanyán. Errefelé nincs útjelző tábla, ami végül is logikus, mert úgy sincs. Az 500 kilométer 14 óra alatt sikerült megtennünk. Mongóliában a családok nagy szeretetben, de szertartásos illemszabályok és szigorú családi rangsor szerint élnek. A családfő a legidősebb férfi és a legidősebb nő. Aztán nem is életkor szerint következnek a többiek. A családban mindenkinek megvan a pontos helye, még a vendégnek is. Zsárgál alaposan felkészített, hogyan kell viselkednem, hogy Mongóliában ne tűnjek faragatlannak. És amikor belépek a jurtába, akkor le kell venni a cipőmet? Nem, cipőt nem kell levenni, viszont a fejfedőbe kell beérkezzen, az egy... Kalapba kell menni, akkor nekem csak ez a rettenetesen idétlen kalapom. A küszöböt gondosan átlépem, mert ott laknak a szellemek, és mérhetetlen tiszteletlenség beléjük rúgni. A házi oltár előtt illik levenni a fejfedőnket. Zsárgál felkészített, hogy a mama meg fog puszilni, de én ne viszonozzam, mert Mongóliában csak az idősebb puszilhatja meg a fiatalabbat. Közben két kezemmel alulról fogja meg a mama könyökét, amivel jelzem, hogy támogatom az idősebbeket. Sasza mama megpuszilt, és én ebben a pillanatban megvilágosodtam. Azt tudtam, hogy a világon szinte valamennyi köszönési mód azt jelzi, hogy békés szándékkal jöttünk, de most értettem meg, hogy a mi elkocsosult puszinknak mi az eredete. Sasza mama ugyanis szabályosan megszaglászott, mint a természetben szokás. Rokon szenvese a szagom, egészséges vagyok-e. Nyilván ezért nem illik visszapuszilni. Szóval Sasza mama megpuszilt. Ezután következik a rituális kölcsönös tubák kínálás. Vendég és vendéglátó gondosan megszagolgatja egymás díszes tubák szelencéjét. Mindent jobb kézzel illik nyújtani, illetve átvenni, méghozzá úgy, hogy közben bal kezünkkel megtámasztjuk jobb könyökünket. A köszönés, tubákszaglászás, tálalás mind a családi rangsor szerint zajlik, és a fiatalok mindig magázzák az idősebbeket, még a testvérek is. Sasza mama kumisszal, erjesztett kancatejjel kínál egy imasál kíséretében. A sejemsál a vendég iránti tiszteletjele. Mongóliában az illemszabályok biztos fogódzót nyújtanak minden élethelyzetben, és így az emberi kapcsolatok sokkal természetesebbek, mint nálunk, mi meg rítusok híján teljesen elbizonytalanodtunk. Said családjánál vendégeskedünk Marokkóban, a Szahara peremén. Said színészként végzett a Rabati Színművészeti Főiskolán, aztán egy francia ösztöndíjjal Párizsban tanult tovább. Itt ismerkedett meg Orsival. Összeházasodtak és úgy döntöttek, hogy gyerekeikkel, Naimmal és a kicsi Emmával Budapesten fognak élni. Said papája sok évvel ezelőtt balesetet szenvedett, azóta vakon és süketen él. Napjait ebben a kis szobában imádkozással tölti. A családtagjait csak tapintással ismeri fel. Ahmed Said. Ahmed.
Said édesapja rabszolgaként született. Said nagyanyját csecsemő gyermekével együtt egy arab kereskedő vásárolta meg a rabszolgapiacon. De a mama meghalt, és ott maradt az árva rabszolga kisbaba, vagyis Said papája. Az arab család úgy döntött, felszabadítja, felneveli, sőt a nevére veszi a rabszolga csecsemőt. Úgyhogy az egykori rabszolgatartók ma már Said unokatestvérei. Said édesanyja berber származású volt, most a nagynénihez jöttünk látogatóba a sivatagba. A köszöntés a berbereknél is úgy zajlik, mint az araboknál, a vendéget alaposan meglocsolják kölni vízzel, hogy a sivatagból izzadtan érkező vándor ne legyen büdös. A berberek Marokkó őslakói a kőkorszak óta itt élnek a Szaharában. Évezredekkel korábban érkeztek ide, mint az arabok, és az életmódjuk azóta sem sokat változott. A kősivatagban nagy kincs a víz, élet csak az oázisokban van. És ott se terem sok minden. Bogyókat szednek, amiből olajat sajtolnak, és állattenyésztésből élnek. A konyhában friss lepénykenyér sül a tiszteletünkre. A berber családban is több generáció él együtt, de itt nyugodt az élet. A sivatagi ember nem kapkod, nincs is nagyon hova rohanni. A berber ház több szobás, de a szobákat néhány méter távolságra építették egymástól, hogy mindenkinek meglegyen a nyugalma. A házat kőfal veszi körül, és a szobákat kis belső udvarok kötik össze. Lepénykenyér kuszkusz, vagyis főtt búzadara és frissen sajtolt olaj az ebéd. Étkezés előtt célszerű a szokásosnál alaposabban megmosni a kezünket, mert ez lesz az evőeszköz is. Azt hiszem, itt tudnék élni, akár egy hétig is. Bár a berber férfiakat, akik hagyományosan harcosok voltak, azt mondják, felfalja a sivatag. Elesnek a harcokban, vagy elvándorolnak. De engem nem zavar, ha a környezetemben csak lányok és asszonyok élnek. Said arra kér, hogy öltözek én is arab ruhába, amikor nővéréhez, Aisha-ékhoz megyünk, mert a férje hagyománytisztelő. A 92 éves Abdullah meglepetésemre kezet csókol, amit én meg az ő meglepetésére kézcsókkal viszonzom. Abdullah is háromszor nősült, mint én, csak neki egyszerre van három felesége, nem egymás után, mint nekem. Kérdezem Barkát, az első feleséget, hogy mit szólt, amikor a férje új asszonyokat hozott a házhoz. Azt feleli, nem kérdezte meg tőle. Abdullah 62 éves volt, amikor Said papájával megállapodott, hogy harmadik feleségként elveszi az akkor 18 éves Aisha-t. Azóta ők így együtt egy boldog család, három feleséggel és 14 gyerekkel. Ilyet illik kérdezni, hogy akkor Aisha még sose volt szerelmes? Vagy szerelmes a férjével? Ilyen nem illik ilyet kérdezni. A fiú, ha szerelmes, akkor ez neki könnyebb, mert fog menni a szülőkhöz, és mondani, házasulni akarok. De hogy lány szerelmes? Ha lány szerelmes, az bonyolult dolog neki. Mert bármikor jöhet ez a pulcs, mert ahol találtam neked egy férfét is, kész. És ha én most valamelyik lányukat feleségül akarnám venni, akkor mennyibe kerülnének? Az a mostani dövizekkel. Hajj Abdullah azt mondja, ebben a családban üzletről csak vele lehet tárgyalni. Régen, mielőtt egy fiú elvette egy lányt, a házasság közvetítő megszaglázta őket, összeillik-e az illatuk. A fiú lánytestvérei pedig elmentek a jövendő sógornővel a fürdőbe, és mesztelenül megvizsgálták, megvan-e mindene, mert a fiatalok az esküvő előtt nem találkozhattak. De Abdullah azt állítja, ő a fontos dolgokat sose bízta másra, a mennyasszonyait is ő maga vizsgálta meg. A gyerekek már kirepültek, de itt nincsenek magányos szülők. Az asszonyok úgy segítik egymást, mint a testvérek, és közösen viselik gondját Abdullának. Minden asszonynak külön szobája van, csak a házúrának nincs. Ő a mai napig minden este eldönti, melyik asszonyával alszik. Régebben azért szurkoltak az asszonyok, hogy őket válassza, de mostanában már nem nagyon bánják, ha az öreg a másik feleségénél tölti az éjszakát. A keleti Kárpátokban Csángóföldön ébredünk. Opasa! Ilonka néni és Jánoska bácsi itt lakik ebben a Kalibában, ahogy errefelé a kunyhót hívják. Pedig Ilonka néni és Jánoska bácsi tehetős emberek, nálunk úgy mondanák, sokszoros milliómosok. A gyimesi csángó magyarok a középkorban csángáltak ide a Hargittán túlra a történelmi magyar határvidékre. Elsősorban pásztorkodással foglalkoztak. Ilonka néniék is két lakiak. Tavasztól őszig itt töltik az éjszakát a hegyen az állatoknál. Napközben pedig a lenti házban dolgoznak. Ilyenkor naponta 8-10 kilométer gyalogolnak hegyre föl és le, patakon, árkon, bokron át. Jánoska bácsi átcsopjózkod a teheneket, a más kettőt ki ide a reglőre, Ilonka néni kezet most tüzet teszen, és fog neki a tejet, hogy meg kell melegíteni, meg kell ócsom, és azután következik a sorcsinálás.
Gyimesben általában 3-4 generáció él együtt, olykor 4, ha él a dédimami is. Egy kertben, de külön házakban. Imi és Kinga a kisfiúkkal nyáron is lent lakik a faluban, Gyimes felsőlokon, a 91 éves dédimamival. Kinga tanítónő, Imi fuvarozik. Most feljöttek meglátogatni Ilonka nénit és Jánoska bácsit. Kinga ordával kínál, ami amoly a másodtúró. Jártak ide ki a kaibába, amikor még otthon nem lehetett találkozni? Na? Nem. Vallomás, vallomás. Nem. Mi ehhez a kalibához nem. Nem. De egyenlőtt találkoztunk. De más kalibába, igen? Igen. De ez nagyon jó erre, nem? A fiatalok itt tudtak találkozni, nem? Igen. Így kezdődtek a szerelmek és a házasságok a kalibánán. Köszönjük, nem voltak itt. És régen ezt úgy elnézték, hogy mondjuk fiatalok házasság előtt találkozzanak? Igen, régen ez így természetes volt. Akár tehát nem kellett szűznek lenni a lánynak ahhoz, hogy férhez menjen? Hát én ennyire részletesen nem tudom ezt megmondani, de... A maguknál hogy volt? Jó kérdés. Úgy volt, hogy aludhatott nyugodtan a fiú, és a szülők is erről tudtak, mert nagy távolságok voltak, 10-15 kilométer, azt nem várhatták, hogy hazamenjen. Ilyen, hanem reggelig ott aludt, hajnalban hazamegy. És ennek volt egy neve, úgy hívták, hogy guzsajozás. Ilonka néni? Tessék? Tetszett ide járni guzsajozni ebbe a kalibába? Én nem. Igen? Mikor idejöttem, akkor itt is voltam. 69-ben jöttem ide, megesküdtünk, ellokadalmaztunk, és azután... Nem hiszem én azt. Azután voltunk itt, de addig nem járt. Nem. Egy alta. És Jánoska bácsi előtt más Jánoska bácsival? Jánoska bácsi előtt csak azután, ha megesküdtünk. Én nekem arra ki annyi dolgom volt, hogy nem udvaroltam sokat. Ilonka néni menye Krisztina érkezik az unokákkal. Anetka a nagymamától már régen megtanulta, hogyan kell rakott puliszkát készíteni. A magyar falvakban a tálalásnak nincs olyan szigorú rendje, mint Mongóliában láttuk. A tál középre kerül, és mindenki vesz belőle. Itt, ameddig a szem ellát, minden föld Ilonka néniéé és Jánoska bácsié. És tartozik egy szép birtok a lenti házakhoz is. De itt a vagyon nem kényelmet, hanem még több munkát jelent. A vagyon is összetartja a családot. Minden kézre szükség van ahhoz, hogy megműveljék a földet, ellássák az állatokat. Volt már nyaralni életében, Ilonka néni? Pihenni, úgyhogy reggel nem kellett fölkelni az állatokhoz? Soha. Egy alkalom. Ki az úraháznál? Hát János Kovács és Ilonka néni is. Is, vagy inkább az Ilonka néni? Mind a kettőn, de inkább Ilonka néni, mert János Kovács szereti az italat. És egy-két pohár ital után nem úgy beszél, hogy kell. És fegyelmes kell lenni. És Ilonka néni ilyenkor mit csinál vele? Ilonka néni olyan csinál, te hallgassal és vigyázz magadra, és Ilonka néni intéz a dolgokat. És Jánoska bácsi ezt tudomásul veszi? Tudomásul veszi, hogy nincsen probléma vele, nincs baj. Ez most már hány éve zajlik? 36 éve. Ilonka néniek nagyobbik háza, háromszobás, gazdagon berendezett kőház. De nem lakik benne senki. Ez a tiszta ház. Mutatja, hogy Ilonka néniek milyen dolgosak voltak. Egyszer majd az egyik fiúé lesz. Ilonka néniek meg a nyári konyhában laknak. A laptopomon belekukkantunk, hogy vajon könnyebben élnek-e a hegyi emberek a földgolyó túloldalán a perui Andokban. Boldogabbak-e? Szebb-e a házuk? És ők is napi 16 órát dolgoznak-e még ünnepnapokon is, mint Ilonka néni és Jánoska bácsi? Az Andokban Juan a sámán vezet bennünket. Perui barátommal Javierrel Amaruba egy kis indián faluba igyekszünk, 3000 méterről 4200 méter magasságban. Mellettünk több száz méter mély szakadék, de ami még a tériszonynál is nyomasztóbb, az a légszomj. Napokba telik, amíg az ember valahogy megszokja a magasságot. Amaruban szinte az egész falu elénk jön. Itt nincs hello, meg messziről odaintegetés, itt mindenkit személyesen üdvözöl. Úgy fogadnak, mintha 100 éves barátok volna. Átadom az ajándékunkat, a csomag koka levelet, amit a kuszkói piacon vettem. A koka errefelé nagy érték, nem kábítószer. Ebben a magasságban csak koka levelet rágva lehet dolgozni. Csicsával, kukoricasörrel fogadnak, a csicsából egy kortyot illik a földre löttyinteni, Pacsamama a földanya tiszteletére. Vendéglátóim testvériesen elosztják az ajándékot. Úgy, hogy a koka levelekből a gyerekeknek is jusson.
Ezekben a kis indián falvakban az emberek a mai napig úgy élnek, mint őseik az inkák 500 éve, amikor Pizarro, az írástudatlan disznópásztor néhány tucat spanyol kalandorral elfoglalta a békés inka birodalmat. 1911-ben szenzációs hír járta be a világ sajtót. Egy Indiana Jones-szerű amerikai kalandor történész, Hiram Bingham, az inkák kincse után kutatva néhány benszülött segítségével átvágta magát a magas őserdőn és felfedezte Machu Picchu-t. Tudósok a mai napig tanácstalanok, hogy mikor keletkezett és mire szolgált Machu Picchu. Voltak, akik úgy gondolták, hogy ez a város volt az, amelyik megpróbálta megőrizni az inka kultúrát akkor, amikor a spanyolok meghódították a földrészt. A kutatók másik része viszont úgy gondolja, hogy amikor a spanyolok bejöttek, akkor Machu Picchu-t már rég elhagyták az inkák. Évszázadokon át ide csak a lámák jutottak fel. Az inka város valamikor királyi székhely volt. Az egyik csúcson csillagvizsgáló állt, ahonnan Inti, a napisten járását figyelték. Az inkák kiválóan értettek az orvostudományhoz, szükség esetén koponyalékelést is végeztek, a műtétekhez fertőtlenítést és érzéstelenítést alkalmaztak. Az építészeti tudományuk pedig olyan ragyogó volt, hogy a gyakori földrengések után évszázadokon át csak azok az épületek maradtak fenn, amit még az inkák építettek. Pontosan lehet látni egyébként, hogy milyen hihetetlenül kellett csiszolni a köveket ahhoz, hogy ezt illeszteni tudják, és semmiféle maltát vagy hasonlót nem használtak. És ezeket a köveket megmozdítani. Az inkák törvénye meglehetősen egyszerű volt, tulajdonképpen három törvényük volt. Ne hazudj, ne lopj, és ne lustálkodj. Most, akit rajta kaptak valamelyik bűnön, azt beállították egy ilyen kis kazamatába. De így. Kiráncolták, és egy út haladt itt keresztül, és mindenki, aki elment előtte, az megkövezhette. Addig állt itt, amíg halálra nem kövezték, akkor kivették, és akkor se temették el, mert nem akarták a földanyát, a pancsamamát megszentségteleníteni, hanem kidobták a szemétbe, ahol a kutyák és a vadállatok széttépték. Miközben az inkák ilyen hatalmas építményeket hoztak létre, nem ismerték a guruló közlekedési eszközöket, a lőfegyvert, sőt a lovat sem. Viszont már akkoriban teraszos, öntözéses földművelésük volt. Machu Picchu házaiból ma már csak következtetni lehet, hogyan éltek az inkák. Az emeletes házak felső része volt a lakás, a földszinten a kamra. Ha viszont visszatérünk Amaruba, Gregorióéknál pontosan láthatjuk az egykori inka életmódot. Gregorio feleségével Beatrisszal és két kislányukkal együtt laknak ebben a házban. A nagyszülők csak úgy, mint Gyimesben láttuk, a szomszédban külön házban élnek. Szekrény nincs, a ruhák a gerendáról lógnak. Gregorio azt mondja náluk, az öregeket és a gyerekeket tisztelik a legjobban. A gyerekeket például úgy tisztelik, hogy a hátukra kötve mindenhova magukkal viszik őket, és mindig mindent elmagyaráznak nekik. Eliana 3 éves, gyakran még a szülők hátán utazik, de már mindent tud a világról, amit egy indián kislánynak tudnia kell. A férfiak ugyanúgy hurcolják a gyerekeket, mint az asszonyok, és segítenek a főzésben. Amaruban az emberek a ruháikat is maguk szövik. Gregorio nemrégiben egy falusi szabótól elleste, hogyan kell használni a varrógépet, így azóta géppel varja a család ruháit. A falu lakosai most, az urak, azok közös munkára hívják a többieket. Amaruban az emberek a mai napig ugyanúgy ősközösségben élnek, mint inka őseik. A föld közös tulajdon. Minden munkát közösen végeznek. A közös munka az névsorolvasással kezdődik. Gregorio most felolvassa a névsort, hogy ki az, aki jelen van. A mai feladat az öntöző csatorna tisztítása. A lustákat ugyan már nem kövezik halálra, mint egykor, még sincs lusta, mert aki nem dolgozik tisztességesen, azt kirekeszti a közösség. És akit elzavarnak a faluból, az vagyon és szakma nélkül nem jár sokkal jobban, mint a halálra köveznék. A kécsúában, az inkák egykori nyelvében, amit az indiánok a mai napig beszélnek, nincs szó a szegényre. Illetve van egy szó a wakcsa, de az inkább olyasmit jelent, hogy szegény ember, kicsi a családja.
A lelkem mélyén mindig ingadoztam, hogy öreg koromra magányos bölcs legyek, vagy dél-olasz keresztapa, tucatnyi gyerekkel és unokával. De ez az inka életmód is rokonszenves. A hagyományos kultúrákban nincsenek kallódó gyerekek, szomorú szinglik, magányos öregek és teljesítménytől szorongó férfiak. Itt még mindig óvja az embereket a nagy család és a közösség. Lehet, hogy ez is ér annyit, mint a luxusautó meg a családi ház. Legközelebb megnézem, milyen lehet nem családi házét hajtani egy életen át. Elmegyünk egy nádból készült szigetre a Titikakatóban, onnan Indiába röpülünk, hogy megnézzük, hogy élnek az indiai vándorcigányok és a maharadzsák. Egy afrikai maszáj faluban megbizonyosodhatunk róla, hogy trágyából is lehet kunyhót építeni. Aztán átugrunk Japánba és megágyazunk egy hagyományos fogadóban. Ha tudunk. Utána segítünk mongol barátainknak jurtát építeni a sztyeppén, és végül kiderül, hogy Sasa mamának és az amazóniai indián Vajamanapónak hogy tetszett Budapest. Viszontlátást! Régen voltam olyan boldog, mint 30 éve, amikor a tenyérnyi albérlet után két gyerekkel végre egy 50 négyzetméteres lakótelepi lakásban élhettünk. Szerencsések voltunk. Mert mifelénk az emberek többségének az egészsége, családi élete megy rá az otthonszerzésre vagy az otthontalanságra. Aztán persze nekünk is nagyobb kellett, meg jobb helyen, és vándoroltunk lakásból lakásba. Mert a ház mifelénk nem egyszerűen élettér, hanem életcél. Milyen lehet egy nádból készült szigeten élni a Titikakatóban? És miért laknak a csángók konyhában, amikor tágas házuk van? Szabadabbak-e Indiában a vándorcigányok, mint mi? És milyen élete van ma egy maharadzsának? Milyen lehet egy trágyából készült kunyhóban élni, vagy egy japán házban, ahol az ágyat a szekrényben tartják? Mennyi idő alatt lehet felépíteni egy jurtát? És vajon mit szólna a mi életmódunkhoz egy mongol néni, vagy egy amazonasi indián? Barátaimat arra kértem, mutassák meg saját kultúrájukat. Norikóval Japánba, Zsárgállal Mongóliába, Ráncsittal Indiába, Saiddal pedig Marokkóba, a Szaharába utaztunk. Gergő az ortodox zsidó, Feró pedig az ólá cigány hagyományunkkal ismertetett meg. Amazóniában Vajamanapó, a Kárpátokban Gyimes Felsőlökön pedig Kinga látott vendégül. És így kerültem Peruba Javierrel. A földgolyó másik felén 4000 méter magasságban hajózunk a Titikakán. A Peru és Bolívia határán elterülő hatalmas tóról a peruiak úgy tartják, hogy az ő részükön van a Titi, a szomszédországban pedig a Kaka. A bolíviaiak meg épp fordítva gondolják. A Titikakatában vannak mesterséges szigetek is, a valóságos szigetek mellett, amit itt körülöttünk látunk, ezeket gyakorlatilag nádból fonták. És minden egyes ilyen szigeten él 8-10 család. Természetesen egy bizonyos idő alatt elrohadt a szigetnek az alsó része, és folyamatosan, mint egy szőnyeget újra és újra kell szőniük a szigetlakóknak ahhoz, hogy ne süllyedjen el. És valami furcsa módon ezek a szigetek, ha úsznak a víz felszínén, mégsem távolodnak el a partot, tehát körülbelül ugyanazon a helyen vannak. Lehet, hogy van egy vasmacskájuk. Teljesen hihetetlen, ez egyébként az egyik legnagyobb sziget, azt mondja a Javier, és hát ez is egy ilyen tenyérnyi lehet látni. Mi késztet embereket arra, hogy ilyen helyre jöjjenek élni, ahol semmi más nincs, csak nád, minden nádból van, a házak, a csónakok, de még maga a sziget is. Itt pontosan lehet egyébként látni az oldaláról. Pontosan kell járni, mert az ember könnyen lukba lép. Lent már víz van. Itt például lehet látni, hogy milyen vastag maga a sziget. Az úszó szigeteket évszázadokkal ezelőtt halászok készítették. Házakat építettek a nádszigetekre, családostul ide települtek és innen haláztak. Ezek az emberek már generációk óta itt születnek, itt házasodnak és itt élnek.
és azt mutatta meg az úr, hogy tulajdonképpen milyen vékony az a sziget, tehát hogy leszúrta a póznát, és hát nem tudom, 50-60 centi után már maga a víz van, és itt lehet pontosan látni egyébként, ha ide jövünk, tehát ahol ezek a friss nádak vannak, ott pótolják, hogyha az alja elrohad és kezd elvékonyodni. Most a szigetnél még viszonylag egyszerűbb a helyzet, de hát el kell képzelnünk azt, hogy ugye a házakat is úgy, ahogy van, a teljes házat meg kell emelni, és alá kell pótolni friss náddal ahhoz, hogy ne süllyedjen el. Most ennek a szigetnek azért van egy nagy előnye a többihez képest, hogy amikor árvíz van, a többi szigetet elönti a víz, ezt viszont, minthogy úszik, fölemeli, és vidáman éldegélnek az árvízen is. Nagyjából egy-egy nagyobb család él egy ilyen szigeten. Teljesen tökéletesen be vannak rendezkedve, itt vannak a házak, ahol élnek, lehet látni, hogy itt főznek, ott van egy közös, egy nagy közös konyha is, és amiben még nem láttam be, csak távolról láttam, hogy van egy kis templom is. Napelem a háztetőn. Úgyhogy bent tévét is lehet nézni, az előbb, amikor bekukucskáltam, éppen a világfalit nézték. Nálunk gyakran az egészség vagy a családi élet is rámegy a lakásért folyó küzdelemre. De ahol ez nem így van, mint itt az úszószigeteken, ott se ókori görög és latin szerzőket olvasnak az emberek szabad idejükben. Ház helyett a puszta létért, a napi megélhetésért küzdenek. Az úszó szigeteken élők a szépség iránti lelki szükségletüket se a ház csinosításában élik ki. Számukra a ház egyszerűen szükséglet. Az itt élők sokkal büszkébbek hatalmas nádból font szobraikra, szőtteseikre és különösen nádhajóikra. Ezek a csónakok egyaránt emlékeztetnek az ókori bárkákra és azokra a hajókra, amelyekkel az őslakók már több mint 1000 éve eljutottak a dél-amerikai partoktól egészen a csendes óceáni szigetekig. Kis gyerekek most jönnek az iskolából. Egyébként egy ekkora hajón 50 ember kényelmesen elfér, és éppen mesélték, hogy egyrészt a környezet szennyeződés elkerülése miatt, másrészt, hogy a csónakok jobban ússzanak, a kiürült vizes palackokat, műanyag palackokat beletömik alulra a csónakba, és akkor ettől jobban úszik, és nem kell szétdobálni. Kérdeztem, hogy mi a jó abban, hogy itt élnek ezeken az úszószigeteken, és azt mondja, hogy hát az oka az, hogy nincs földjük. És minthogy az államtól nem kapnak földet, ahova letelepedhetnének, ez az egyetlen módja, hogy ingyen lakhassanak és felépíthessék a lakóházukat. Kérdeztem tőle, hogyha kapnának az államtól földet a szárazföldön, akkor elhagynák-e az úszószigeteket, és azt mondta, hogy hát persze. Peruba az Andok hegyei közé, ahol ma az inkák utódai élnek, Javier hozott el. Javier 10 éve jött Európába. Végzettségét tekintve történész, de Nyugat-Európában és Budapesten eleinte utcazenészként kereste a kenyerét. Aztán családjával Pilisboros Jenőn telepedett le. Javier ma már üzletember, perui divatárut importál Magyarországra. Még sokszor találkozunk vele is ebben a sorozatban. Egy lakótér sok mindenről árulkodik. Ízlésről, értékrendről, életmódról. És arról is, hogy a lakója kifele vagy befelé él. A saját életmódja kényelme a fontos, vagy az, hogy mások lássák, mire vitte. Csángóföldön a keleti Kárpátokban Ilonka néniékhez megyünk. Ilonka nénivel és Jánoska bácsival már találkoztunk. Tavasztól őszig az éjszakákat itt töltik a hegyen a Kalibában, mert ilyenkor az állatok is fent legelnek. Napközben pedig a lenti birtokon dolgoznak, napi 16 órát. Naponta 8-10 kilométer gyalogolnak. A Kalibában szerények a körülmények, az egész ház egyetlen szoba egy nyári konyhával. Kis vaskályha adja a meleget, és a vizet a patakból kell hozni. Pedig Ilonka néni és Jánoska bácsi tehetős emberek. Ameddig a szem ellát, minden föld, legelő az övék. Lent a faluban gazdagon berendezett háromszobás kőházuk van. De ők nem abban laknak, hanem mellette egy kis konyhában. Ezek a szőtemények, az egy nagy szőnyeg, de egyéb kézi munka, úgyhogy... Szőtemény, úgy tetszik hívni? Igen, úgy szőttük a szőtesnek, szőttesnek, igen. Szőtemény. Igen, szőtesnek, igen.
Itt szoktak aludni? Nem, ott. A konyhában? A konyhában, igen. Mennyi sok szép cipő van. Igen, ez a szoba. Ez mindig itt vannak a cipők? Mindig itt vannak, mikor használjuk, felvegyük és kipucoljuk és adjuk. Ki alszik? Nem alszik senki. Na akkor mire használják? Hát használjuk. Ez a vetett ágy? Ez a vetett ágy, ezt úgy nevezik itt nálunkra. Uh-huh. De ez igazából azért ez csak egy dísz, nem? Hát egy dísz azért, hogy van sok ágynemű, és egy ágyban nem fér bele. Ez rendes csinált cseszko ágy, és igen, ez mind kézimunka. Lepedő, csipkarajtó, ajterítő, lepedő, ajterítő, ez egy más minta, ez mind gyapjú, és szőttük. Ilonka nőn, és hogy akinek nincs ilyen vetett ágya, az szégyen? Annak nincs. Nem küzdött, és nem dolgozott, és nem jelezett. Az, akinek egy rend van, vagy két rend, ajnem, igaz? Hát ez mutatja, hogy valamikor küzdöttünk, és elvett a viselet, és dolgoztunk. De ha én ide jönnék aludni, akkor engem igen, ide tetszene hívni ebbe a szobába? Letegyük székre, vagy az asztalra. Az összes ágyneműt leszedni? Az egészet le, és két szép párnát, egy paplont, lepedő, és... És akkor én ott legalul aludnék? Igen. És az egész szoba tele lenne ágyneművel. Ágy, nem baj, én letegyük. És úgy meg is csodálják egymásnak a vetett ágyát? Meg. Tehát meg. Elmegy valahova, akkor megnézi, hogy megnézik, a másiknak milyen vetett ágya van? Mert nem mindenkinél van. Aha. De akinél van, hogy... Akinél van, megcsodálja, van. Ilyened van, olyanod van. Nekem nincs, nem dolgozott. Aki nem dolgozik, ne segyék. Hogy mondták? Ez így van. Annak, aki nem dolgozik, ne legyen vetett ágya. Van persze olyan is, aki azért nem dolgozik, mert nincs munkája. Mint itt a bombai nyomor negyedben, ahol 2,5 millió ember él. A hagyományos iparos munkának lassan már itt sincs piaca. Az utcára szorult a borbély, az árus, sőt a motorszerelő is. Nem a saját motorját szereli, ez egy motorszerelő műhely. Az emberek ebbe a szellős műhelybe hordják lerobbant robogóikat, és türelmesen megvárják, amíg elkészül a járgány. Klasszikus indiai cipészetet láthatjuk itt egy kicsit oldalra. A cipésznek kitűnő satúja van, a két talpa. Ezt az ülésmódot a jogában is cipész ászanának nevezik. Indiában a városlakók még próbálnak segíteni azokon, akik a hagyományos munkákból élnek. Vasalni sem vasal otthon szinte senki. A mosott ruhát, még a tehetősebbek is inkább az utcai vasalóemberhez viszik, hadd éljen meg ő is. Ezt láttuk Ranji családjánál is, amikor náluk vendégeskedtünk. Ranji több mint egy évtizede fiatal srácként érkezett Budapestre. Tulajdonképpen édesapjának akarta bebizonyítani, hogy nincs szüksége a családi vagyonra. Meg tud ő állni a maga lábán is. Magyar feleségével néhány év alatt 30 üzletből álló közép-európai divathálózatot hozott létre Budapesten. Ranjit kicsit már nyugati, lelkében viszont még mindig a nagyvonalú spirituális keleti ember. Korunk Indiájának jellegzetes hőse. Legyen a te akaratod! Az utóbbi évtizedekben átalakult a világ. Nem csak a szegények alól csúszott ki a hagyományos életmód, az egykori indiai királyok a maharadzsák élete sem a régi. Vegyük a maharadzsa palotájába. Olyan, mint a dzsungel könyvében, a majomban. A világon sokfelé az építészet az életmódot követi. De az indiai építészetben a templomok és a királyi paloták inkább szobrok, mint lakóterek. A Maharadzsa intézményt Indiában már felszámolták, de az utódok viselik a címet és megtarthatták a vagyon egy részét is. Az Udaipuri Maharadzsa valamikor országnyi terület uralkodója volt, most ennek a palotának a hátsó szárnyában lakik. Jelenleg nem tartózkodik itthon, de a palota egyik részébe beengedtek. A maharadzsáknak valamikor több feleségük. Itt volt mondjuk egyszerre 30-40 nő. A főfeleség volt a királyné, a többiek ágyasok, és valamennyien itt laktak a női lakosztályban, a háremben. A mai Udaipuri Maharadzsának már csak egy felesége van. Ő felségese hord már aranyozott drága kelméket és turbánt. Inkább farmerban és pólóban jár. Sportkocsin közlekedik, és 15 egykori palotáját luxus szállodává alakította. Azok jövedelméből tengeti az életét. A legendás előd ma már csak karton szellem az egykori lakosztályban. A vándor cigányokkal Rajasztánban találkoztunk. A nemzetség élén itt is király áll.
Gyerekkoromban számomra a vándorcigányok voltak a szabadság jelképei. Szekérrel vándorolnak, bejárják a világot, szépek a lányok, zenélnek, táncolnak. A valóság ennél persze kevésbé vidám. Ő aluluk is kicsúszott a hagyományos életmód. Vándorlásuk 500 évvel ezelőtt kezdődött, mesélte a cigány király. Egy vesztes csata után az uralkodónak el kellett hagyni a palotáját, és akkor a népe megesküdött, hogy ők se térnek vissza házaikba, hanem vándorolni fognak. Ebben az időben érkeztek az első cigány csoportok Európába is. A gyarmatosítás idején a szurevánszi cigányok az angolok ellen harcoltak, és kitanulták a fegyverkovács mesterséget. Azóta is vassal és lovakkal foglalkoznak. De a kovács mesterségből ma már nehéz megélni. Egyre kevesebb ember vásárol kézzel készített sarlót, amikor a boltban olcsóban megveheti a gyári terméket. Ebben a karavánban egy nagy család él együtt. A király valamennyi egyenesági és oldalági rokonával. Egy hattagú család magyar pénzben számítva napi 250 forintból tengődik. Ez itt a konyha. Már egy éve itt élnek, és szívesen letelepednének, ha befogadnák őket, mert az esős évszakban hideg van, és olyankor nagyon cudar dolog sátorban lakni. 5-6 éve a vándorcigányok a gyerekeiket már iskolába járatják, de a király nem tud írni-olvasni. Kérdezem, hallottak-e arról, hogy több ezer kilométerre nyugatra, például Magyarországon is élnek cigányok? Próbálom összeszedni szegényes cigány szókincsemet, találunk-e közösen ismerős szavakat. Lássa, hogy csögyesz. Csaj. Semáte. Csaj. Sajvdó. Csáró. Nyilván rossz a kiejtése, mert a király egyetlen szót sem ismer fel. De arról sem hallott, hogy Indián kívül is élnek cigányok, akik ugyanúgy keresik a helyüket ebben a szép új világban, mint ők. Az indiai cigányok szakképzettség nélkül nem tudnak korszerű munkát vállalni. És ősi kultúrájukat sem merik feladni, mert az legalább tartást és értékrendet ad nekik. Ha ezt is eldobnák, nem maradna számukra más út, csak a nyomornegyed. Az is kérdés, hogy a kelet-afrikai masszájok meddig élhetnek az őskori körülmények között. A tehénpásztor masszájok a tehénnek minden porcikáját felhasználják, és leleményes módon a trágyából kunyhót építenek. Állítólag, ha a nap kiszárítja, nincs szaga. Hát most még nem szárította ki. A kunyhó olyan szűk, hogy csak hétrét görnyedve lehet közlekedni benne. Az edényeket is a természettől kapják. Például lopótököt használnak teljes köcsögnek. Ebből isszák a jellegzetes maszá italt, a nyers marhavérrel kevert tejet. A kunyhónak nincs kéménye, ami azért praktikus, mert a füst belülről is szárítja a trágyát, elfedi a szagot és távol tartja a bogarakat. No meg azokat, akik ezt nem szokták meg. Amazónia esőerdejében a kunyhóknak pedig még oldalfaluk sincs. Négy pózna, egy náttető és kész. A falucska lakóinak itt még annyit titkuk sincs egymás előtt, mint nekünk volt, amikor a lakótelepen éltünk. Szekrény nincs. Az ágyékkötőnek nem is kell. Gyakorlatilag az egyetlen berendezési tárgy a függőágy. Még jó, hogy Vajamanapu segít felkötni, mert kiderül, hogy ez bonyolultabb feladat, mint elsőre gondolnánk. A tartó kötelet célszerű behúzni egy speciálisan szabott moszkítóhálóba, ha nem akarjuk bogarakkal tölteni az éjszakát. Még így is reggelente nem árt jól kirázni a bakancsot, nem fészkelte bele magát éjszaka egy skorpió. Noriko azt tanácsolta, ha meg akarom ismerni Japánt, hagyományos fogadóban szálljak meg, ahol meglepetésemre még a WC-ben is külön papucsot kell használni. Ez egy hagyományos japán fogadó, úgynevezett ryokán. Idáig a szoba széléig lehet ebben a sikes kis papucsban eljönni, és a takamira, a gyékény szőnyegre már csak zokniban vagy mezítláb lehet rálépni. Amit látni lehet, a szobában nincsen ágy. Az ágyat szilveszen. Közben kiderült, hogy házi asszonyom van. Akkor meg lehetne ágyazni? Nem. Ugye ágyat kéne megcsinálni, ezt a futon. Futon. Ide. Futon, szukor. Kocsira dake. De jó rossi? Oda. Dake futon. Kocsira. Padla. Oda. Jó. Úgy szoktak ágyazni, hogy a futón az ágyhoz soha se lehet észak felé, mert a ravatalt rakják Japánban észak felé, és hát így aztán nem illik a vendéget is úgy fektetni, bár lehet, hogy ez lenne a legjobb módja annak, hogy az ember hozzászokjon a halál gondolatához.
Ez most egy papanak tűnik. Kész? Ez? De az nem akarok. Az nem jön ide? Ágy kéne. The bed. Can you make the bed, please? Háziasszonyom csak japánul beszél, hiába próbálkozom más nyelven. Mint hogy nincs közös nyelvünk, activityzünk. De a távoli kultúrák még mutogatni is másként mutogatnak. Hiába igyekszünk udvariasan ellesni egymás mozdulatait, más a gesztusok jelentése. Az én fejemben egy európai lakás és hálószoba képe él, háziasszonyomnak meg az a természetes, ahogy ő nőtt fel. Teljes joggal nem érti, hogy én mit nem értek. Kész? Nem tudom. És lepedő nincs ilyen? De alulra nincs egy lepedő? Egy futó, kész? Két futó? Szét. Kicsi. Kicsi? Aha. Hát ilyen lepedő, erre nem szoktak? Nem szoktak. Nem akarok akadékos kapni csak. Így, kész? Így. Aha, kész. Jó, köszönöm szépen. De már rigetem. Majd valamit alá teszek. Szegény háziasszonyom nem tudta elmondani, hogy mindjárt hoznak friss lepedőt, mert ezt meg én nem értettem volna. Köszönöm. Ezen hányan aludhattak így lepedő nélkül? Hát, mindegy a fejemet. Rizsből van. Hát, így élünk mi japánok. Jó éjszaka. Szörnyű hideg volt az éjjel, hajnalban lehetett, vagy egy-két fok. Hát, mi ős magyarok így lakunk a jurtában. Mongóliában a sztyeppén ébredünk. A mongol fennsíkon a mai napig olyan jurtákban élnek az emberek, mint amilyenekben őseink laktak 1500 éve. Egy átlagos jurta összecsomagolva kb. 250 kiló és könnyen szállítható a következő legelőjén. Zsárgál családja 20 perc alatt felállítja, még úgy is, hogy én segítek, pedig ez azért nem mindennapi akadályt jelent. Meglepő módon a jurtát először berendezzük és köré építjük a sátrat. Az ajtón tudnilik már nem férne be a vaskályha és a bútor. Itt nincs kender, úgyhogy a kötelet az lószörből készítik. Régebben vándorláskor egy jurtában élt az egész család. Ma a fiatalok már külön jurtát kapnak, ha összeházasodnak. Sőt, Zsárgál unoka öcsét és feleségét NASA ajándékba még tévével is meglepte a család. A készülék napelemről vagy gépkocsi akkumulátorról működik. Adás ugyan nincs benne, de DVD-ről lehet esténként filmeket nézni. Zsárgál édesanyja a mai napig az ágyán gyúrja a tésztát, mert a konyhasarokban nem fér el a munkaasztal. A jurta közepén áll a tűzhely. Ez adja a meleget, és ezen főznek. A házi oltár őrzi Zsárgál papájának emlékét is. A ruhákat, edényeket és egyéb tárgyakat ládákban tartják. Az egyik láda a ruhás szekrény, a másik a konyha szekrény, de még a spájz is festett szekrénykében lakik. Régen a földön aludtak egymás mellé összebújva, ma már mindenkinek saját ágya van. Több évezredes illemkódex és sok tapintat kell ahhoz, hogy ilyen szűkös helyen egy család gördülékenyen működjön. Az egyik ládikán a festmény mutatja az együttélés szabályait. Ahogy a keleti mesében az elefántnak, a majomnak, a nyúlnak és a madárnak össze kell fognia, hogy elérjék a táplálékot, úgy épül egymásra a mongol család is. A munkából a gyerekek is kiveszik a részüket. Zsárgál 7 éves unokahúga reggelente lovon tereli ki a birkákat és lovon kíséri a nagymamát. A kistermetű mongol lovakat elég nehéz a gyeplővel sebességbe rakni, ha nincs kedvük sietni. Különösen annak, aki aszfalton született és nem lóháton, mint a mongol gyerekek. Mondanom se kell, hogy a jurtában nincs fürdőszoba. Mosdani a patakból kimert vízzel lehet, az illemhely pedig egy sportos kábrió budi. Télen mínusz 30 fokban az igazi. Zsárgál húga Tonga családjával beköltözött a tanyáról a faluba egy kőházba, mert az különösen télen kényelmesebb, mint a jurta. Az ő házukban már van fürdőkád is, igaz egyelőre a konyhában, és egyszer talán lesz vezetékes víz is hozzá. Tongáik élete eddig egy térben zajlott. Most próbálják kitalálni, hogy a megszokott életfunkciókat hogyan kell több szobára osztani. A fejlődő világ egyik legnagyobb problémája, hogy nincs minta az átmenetre. A régi épületek nemes arányai évszázadok alatt csiszolódtak. De egy szép új házhoz másféle ízlés, másféle hagyomány és sokkal több pénz kell. Ezért szaporodnak a falvakban a jellegtelen, olcsó házikók, a nagyvárosokban pedig a jellegtelen magas épületek. Mert az ősi kultúrákból az átmenet sajnos nem a modern korba, hanem az értékvesztett falvakba vagy a nehezen élhető nagyvárosokba vezet.
akik ma a sztyeppén vagy az őserdőben laknak, néhány évtized múlva talán nagyvárosokban élnek. Zsárgál mamája és húga életükben először járnak külföldön. Eljöttek meglátogatni Zsárgált. Ámulva látták, hogy itt még a bevásárló központ tetején is fák nőnek, holott a sztyeppén napokig mehetnek anélkül, hogy egy bokrot találnának. Szasza mama azt mondja, szívesen kipróbálná, milyen lehet itt élni. Csak kérdést tudna-e? Az embernek ugyanúgy kell együtt élnie a környezetével, mint a saját testével. Régen a lakótér megfelelt az életmódunknak. Ma azt se tudjuk, hogy éljünk, honnan tudnánk akkor, hogyan lakjunk. Vajama Napó, az amazonasi indián mesemondó, ágyék kötőjét cserélte ingre és nadrágra, hogy megnézze Budapestet. Vagy 2 milliárd embernek kellene a Földön ekkorát váltania életmódján, hogy a modern korba lépjen. Vajamannak Magyarországon minden csodának tűnt. De a legmeglepőbb számára mégis az volt, hogy a fagylalt tölcsérét is meg lehet enni, holott az egy pohár. És döbbenten fedezte fel Tuluperét, a Vajának mondabeli kétfejű sárkánykígyóját a budapesti utcán, a 6-os villamosban. Kicsit az 59-esre is hasonlított, de leginkább a 6-osra. Legközelebb kiderül, hogy az emberiség nagyobbik része ma is együtt él földön túli lényekkel. Afrikai rabszolgák leszármazottai gonosz dzsinekkel viaskodnak, miközben a dél-amerikai sámánok békésen társalognak a szellemekkel. Ázsiában a hinduk és a buddhisták természetesnek tartják a lélekvándorlást, sőt a következő műsorban találkozhatunk egy újjászületett lélekkel, egy 5 éves tibeti mesterrel is. Az egykori kamikáze az öngyilkosság dicsőségéről beszél, miközben a Kárpátokban mindez megbocsáthatatlan bűnnek számít. A világfalu legközelebb a szellemvilágból jelentkezik. Viszontlátásra! Filmekből, hírekből, sőt ma már a játékokból is csöpög a vér. De miközben a világnak ezen a fertáján egyre nagyobb üzlet a halál, a személyes életünkben mégsem merünk szembesülni vele. Én is csak akkor voltam hajlandó foglalkozni a halállal, amikor rákényszerített az élet. Az emberiség nagyobbik része nem húz ilyen éles határt élet és halál között, mint mi. Az ősi kultúrák mindig igyekeztek feldolgozni a halál gondolatát. Így nem is okozott nekik olyan szorongást, mint nekünk. Ők ma is együtt élnek földön túli lényekkel. Marokkóban például afrikai rabszolgák leszármazottai gonosz dzsinekkel viaskodnak. A dél-amerikai sámánok pedig társalognak a szellemekkel. Ázsiában a hinduk és a buddhisták természetesnek tartják a lélekvándorlást. Sőt, ebben a műsorban találkozhatunk egy újjászületett lélekkel, egy 5 éves tibeti mesterrel is. Japánban becsületesen illik meghalni. A kamikázék szemében az öngyilkosság dicsőség. Miközben a Kárpátokban megbocsáthatatlan bűnnek számít, ha valaki önkezével vet véget az életének. Jaj, drága, 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 aranyos gyermekek! Barátaimat arra kértem, mutassák meg saját kultúrájukat. Norikóval Japánba, Zsárgállal Mongóliába, Ranjittal Indiába, Javierrel Peruba utaztunk. Gergő az ortodox zsidó, Feru pedig az olá cigány hagyományokkal ismertetett meg. Amazóniában Vajama Napó, a Kárpátokban Gyimes Felsőlokon pedig Kinga látott vendégül. És így kerültem a Szaharába Saiddal. Said papája rabszolgaként született. Az afrikai rabszolgák gyerekei a mai napig tartják ősi vallásukat, a Gnawát. Most a dzsineket várjuk. Én eddig azt hittem, hogy ezeket a gonosz vagy jóságos szellemeket csak Aladdin csodalámpájából lehet elővarázsolni, de ez nem így van. A Korán szerint a dzsinek már az ember megjelenése előtt itt éltek a földön, és ha úgy tartja a kedvük, megszállják az embert. Olyankor ki kell űzni őket. A kiűzés állatáldozattal kezdődik. A szertartás vezetője egy kecskére és egy kakasra olvasta rá az emberek bűnét. Nekik kell most meghalniuk a bűnös emberek helyett. Az áldozati bárányt a Bibliából is ismerjük, ez a hit a zsidó keresztény hagyományokban épp úgy létezett, mint sok más kultúrában. Elég brutális képsorok következnek.
Operatőr rendező kollégám Salamon András elszánt állatvédő, úgy döntött, el se jön erre a szertartásra. Azt mondta, vegyen fel egyedül. Ez az európai szemnek kétségkívül gyomorforgató látvány, de ahol az életkörülmények kegyetlenek, ott a szertartások is azok. Meg ugye egy hagyományos disznóülésse babazsúr. Ezen a vidéken szinte minden eseményre az ünnepektől a házszentelőig állatot áldoznak. A vér ráfröccsent a kamerára és a ruhámra. A bűnös csirke se jár jobban, hiába próbál a szószoros értelmében fejvesztve menekülni. Este aztán következik a transzertartás. A dzsinek is lehetnek férfiak vagy nők, és attól függően, hogy a tengerben, az erdőben, a hegyekben vagy sivatagban élnek, különböző a színük. A víz és az ég férfi szelleme például kék, a női szellemek sárgák, vörösek és feketék, a vér szelleme vörös. A táncosok médiumok, vagyis különlegesen érzékeny emberek, akik állítólag képesek érzékelni a túlvilági lényeket. Ha valamelyik médium megérzi egy dzsin közelettét, vad táncba kezd. De a dzsinek egymással is harcolnak, úgy, hogy közben belebújnak a táncosokba. Most például a víz és a vér szelleme küzd egymással. Ezek minden bizonnyal vadabb lények, mint a mi népmeséinkbe átmentett folyótündérek és erdőszellemek. Aki eddig azt hitte, hogy ez csak játék, az is megbizonyosodhat róla, hogy ezek az emberek valóban önkívületi állapotban vannak. A médiumok a zene és a tánc során úgy bebódulnak, hogy azt se érzik, ha összeégetik a kezüket. A vérszomjas vörös dzsin vért követel a táncosoktól is. Közelről jól látom, hogy a médium valóban összevagdalja magát. A szertartás egy pontján aztán a táncosok többnyire elvesztik az eszméletüket. Aki kidől, az csendben ápolják és folytatódik a szertartás. A gonosz szellemek kiűzése egészen addig tart, amíg az összes táncos kimerülten össze nem esik. A föld szinte minden pontján találunk nehezen értelmezhető, valószínűleg mágikus, misztikus építményeket. Az emberek úgy gondolták, hogy ezek segítségével irányítani tudják a természet erőit, fel tudják venni a kapcsolatot más dimenzióban élő lényekkel, istenekkel, szellemekkel, démonokkal, tündérekkel. Ilyenek a piramisok, Stonehenge, a húsvétszigeti szobrok és a perui Nazca vonalak. Sokáig nem gondolták, hogy lehet valami érdekes itt a dél-perui tengerparti sivatagban, aztán 1939-ben egy amerikai tudós elrepült egy sportgéppel a sivatag fölött, és akkor felfedezte a Nazca vonalakat. Paul Kosok felülről több tucat rajzot látott. Madarakat, állatfigurákat, emberi alakokat, sőt még űrhajóst is. Vannak, akik úgy vélik, hogy a Nazca vonalak térkép vagy szertartásos zarándokutak, és ősi állatbőrből készült hőlégballonnal szálltak fölé, úgy tervezték 2000 éve. Mások abban hisznek, hogy űrlények építették. A legelfogadottabb elmélet szerint ez egy csillagászati térkép és az ókori földművelést segítette. Ezt ugye a matematikai mérések nem támasztják alá, de a figurákat egyébként is csak felülről lehet látni, akkor meg minek. Mongol barátom Zsárgál a mongol sztyeppén is mutatott különös kőépítményeket. Keresztény sírokhoz szokott szemünk számára hihetetlen, hogy egy temető közepén állunk. A nyughelyeket kődarab jelzi. Csak egy-két keresztény sírt lehet felfedezni. Nomád népeknél nem sok értelme van a temetőnek, hiszen ha tovább vándorolt a család, úgysem tudta látogatni a halottait. Ráadásul a buddhistáknál a lélek is tovább vándorol. A kövek egy részére kék sámánista kendőt kötöttek, vagy pénzadományt helyeztek mellé, amit itt senki nem lop el. Ha megvizsgáljuk az elmosódott mintákat, ezeken a bronzkori kőtáblákon a napot, a holdat és szarvasokat fedezhetünk fel. Csodaszarvas mondánkat ezen a vidéken több mint 4000 éve ismerik. Ez a mező pedig vagy egy régi csata halottainak állít emléket, vagy ez is mágikus hely, mint a Nazca vonalak. A rejtély megfejtését hátráltatja, hogy a helyiek nem engedik az ásatásokat, nehogy a kutatók megbolygassák a szellemek nyugalmát. Juan a sámán az apukkal, az andoki istenekkel, szellemekkel társalog. Juan nem volt mindig képes erre, de 18 éves korában belecsapott a villám, és 3 méter magasra repült. Mindenki azt hitte, szörnyet halt, ezzel szemben egyik pillanatról a másikra látó és gyógyító ember lett. Messze földről járnak hozzá gyógyfüvekért, tanácsért, varázslatért. Juan azt magyarázta, hogy ez tulajdonképpen egy régi inkas szent hely,
ahol most majd bemutatja a ceremóniát. És összekészíti a szertartási kellékeket, ez például az kokalevél, ami mindenhol van. Csak attól félünk, hogy mi kokalevélre kell dolgozni, hogy mindjárt felkelekedik a szél, és nehogy elfújjanak minden. Juan név szerint szólítja a szellemeket, akik azt hiszem még nincsenek jelen. A szertartáshoz alkoholt használ, mint minden vallásban. A varázscsomagban meglepő dolgok vannak a virágtól és madártetemtől a konfettiig. Valamennyinek jelentése és szerepe van. Azt mondja Juan, hogy ez nagyon jó jel, hogy elkezdett esni az eső, mert általában ebben az időszakban itt nem szokott az eső esni. Ráadásul még egy kicsit a nap is süt, tehát az azt jelenti, hogy az istenek nagyon jól fogadják ezt a szertartást. És a Juan ráadásul megkérte őket, hogy kísérjenek el az Andok istenei bennünket Magyarországra is. Úgyhogy mostantól kezdve védve vagyunk. A madárembrió, a faágacskák segítenek megérteni a természetet. A virágok szerencsét, szeretetet hoznak. A rizstől, a tésztától bő termésünk, a kukoricától sok pénzünk lesz. A cukor megédesíti az életet, a strasszoktól, konfektiktől vidámak, boldogok és egészségesek leszünk. Ezt kérdeztem tőle, hogy ő honnan tudja, hogy itt vannak az istenek, amiről beszél, és azt mondja, hogy ugyanúgy érzékel és ugyanúgy látja őket, mint ahogy bennünket. Most jön az a pillanat, amikor Juan felajánlja az isteneknek ezt a szent csomagot, amit készített, és az összes istenhez fog egyszerre beszélni. Most egyébként ezt a szent csomagot majd Juan hazaviszi, éjszaka elégeti, és utána a hamut szétszórja az isteneknek, és többek között a földanyának, a pacsamamának is. Az andoki ember nem csak féli Istent, és nem csak kér tőle, adni is akar. Erre szolgálnak az áldozatok. Ha bő termést szeretnének, növényt égetnek. Ha azt szeretnék, hogy szaporodjanak az állatok, állatot áldoznak. Embert a régi inkák is csak végszükség esetén áldoztak. Például természeti csapásoktól való félelmükben. A kutatók alig néhány sírt találtak, ahol feláldozott ember tetemére bukkantak. Az inkák utódai együtt élnek halottaik szellemével. Rendszeresen megemlékeznek róluk, virágsátort építenek a tiszteletükre. A sírhoz ételt, italt visznek és együtt fogyasztják el. Úgy, hogy megkínálják vele a halott szellemét is. Ez a perui indián család most éppen a papára emlékezik. A keresztény és a hagyományos sírok jól megférnek egymás mellett, ahogy ezt Mongóliában is láttuk. Több évszázados csatározás után a katolikus papok többsége is belátta, hogy az indiánoknak, miközben hívő keresztények, szükségük van ősi hiedelmeikre. A csendes óceánon túl egy japán buddhista sintó temetőben vagyunk. A sintó is természeti vallás. A kamikat az elhunyt ősök lelkét imádják. A kis táblákon a szellemeknek szóló üzenetek olvasható. Vendéglátóim elmondták, hogy kimondottan olyan virágot, ételt hoznak a sírra, amit a megboldogult élete során is szeretett. Tsunade úr édesapja, aki ebben a sírban nyugszik, az almát, a mandarint és a banánt szerette a legjobban, ezért most ezt hoztak neki ajándékba. És mint hogy a papa a szakét, a rizsbort sem vetette meg, most is rendszeresen kap belőle, nehogy hiányt szenvedjen. Engem is megkértek, tiszteljen meg a nagypapát azzal, hogy megkínálom kedvenc indókájával. A sintó kamik is lehetnek jóságosak vagy gonoszak, mint a marokkói dzsinek. És nem csak a dél-amerikai indiánok vagy a japánok örvendeztették meg a távozó lelkeket olyan praktikus tárgyakkal, aminek a túlvilágon hasznát vehették. Tutankhamon fáraó sírjában a temérdek kincs mellett néhány váltás alsónadrágot is találtak. Őseink, akár csak a mongolok, ruhát, fegyvert, szerszámot, kincset temettek a halott mellé, sőt a lovát is. Mert őseink hite szerint a halott lovon ment a túlvilágra. Rendkívül előzékeny módon az elhunytat a ló bal oldalára temették, hogyha eljön az ideje, könnyedén fölpattanhasson.
Riksával igyekszünk a Ganges partjára egy halott égetési szertartásra. A riksa itt nem úri passzió, ez a taxi. A kuli örül, hogy van munkája, de én túlságosan európai vagyok, igazságtalannak érzem, hogy trónolok, míg ő szenved. Úgyhogy az emelkedőn inkább leszáll. Kíváncsi vagyok, mikor lesz észre. A homlokomra a piros festéket egy hindu pap kente. Nem illik letörölni. Különösen így, hogy kegyeleti helyre megyünk. Indiában nincs temető. A hinduizmus szerint az elhunyt lelke tovább él, porhüvelyét pedig elégetik. A halál nem csak az elmúlás, hanem az újjászületés kezdete is. A vízparton egymás mellett égnek a mágiák. Indiában, ha valaki meghal, akkor egy napon belül elhamvasztják, mert a hinduizmus úgy tartja, hogy ameddig a test is egyben van, addig a lélek szemben. A szertartáson csak férfiak vehetnek részt. Indiai barátom Ranjit szerint a nyugati és a keleti gondolkodásmód közti fő különbség abból fakad, hogy míg mi európaiak egymást taposva egy élet alatt akarunk mindent elérni, a keleti ember úgy gondolja ráér, majd folytatja a következő életében. Az asszony 45 éves volt, mesélte a férje, súlyosan beteg, mindent megpróbáltak, vitték orvostól orvosig, de nem sikerült megmenteni, és tegnap reggel arra ébredt a család, hogy az asszony már halott volt. A holttestet először megmerítik a Ganges a szent folyó vizében. Úgy teszik a mágiára. Több gyerek van, ott hagyományosan mindig a legidősebb fiú gyújtja meg a mágiát. Régebben, ha meghalt a férfi, a feleségét is élve elégették vele együtt a mágiát. Még 1987-ben is önként vállalta a tűzhalált egy 18 éves özvegy, aki alig néhány hónapot élt a férjével. Akkor betiltották a hagyományt. Hiába gondolják úgy az indiaiak, hogy halottjuk lelke tovább él, azért a veszteség fáj. A gyászolók a különböző kultúrákban különböző színű gyászruhával, feketével, fehérrel vagy pirossal mutatják ki a fájdalmukat. A zsidók megszaggatják a ruhájukat. Indiában a gyászolók a külsejüket is megváltoztatják. Szóval ez úgy van a szertartás, hogy, ha a szülők, anyu vagy apja meghalt, akkor minden testvér levágatja a hajunkat, mindenféle haj, és így adja a szőrte, ad oda a ő emlékünkre. Így mutatnak a fájdalmat. Thank you, sir. Sorry for this time. Évekkel ezelőtt néhány napot tölthettem a Dalai Láma udvarában. A karma törvénye szerint legközelebb olyan életünk lesz, amilyet ebben a bőrünkben kiérdemlünk. A Dalai Láma, a Pancsen Láma és a tibeti főlámák reinkarnációját, újjászületett alakját tudós lámák kutatják fel. Az újjászületett lelkeket 3-4 éves korukban találják meg, és rafinált próbáknak vetik alá. Kalu Rinpoche, az egyik legjelentősebb meditációs mester, ebben a kisfiúban tért vissza a földre. Az 5 éves tudós főláma a Dalai Láma nyári palotájában él. Főpapoknak kijáró tisztelet övezi. Nagy tisztesség, hogy Kalu Rinpoche hajlandó megáldani, és igen kedves velem. Ebben talán némi része lehet annak a kis magyaros juhászbojtárnak, meg a csokinak, amit ajándékba hoztam neki. Kalu Rinpoche története elég érdekes. Az előző öreg mester évekkel ezelőtt közölte kedvenc titkárával, hogy nősüljön meg, mert halála után az ő fiaként szeretne visszatérni. Így is történt. Kerestek a titkárnak egy szép parasztlányt, és 9 hónap múlva kisfiúk született. A kisfiút 3 éves korában maga a Dalai Láma tette próbára, és megállapította, hogy semmi kétség, ő valóban Kalu Rinpoche. Azt tudjuk, hogy a világ egy falu. Így aztán nem csodálkozunk, hogy a kismesternek magyar dajkája van. Wang Mo szerzetes nő, aki Szlovákiában Katalin néven látta meg a napvilágot. Wang Mo orvos a Dalai Láma udvarában. Nehéz volt nekem is megérteni, tulajdonképpen, mert először is orvos vagyok, ugye, és ez a reinkarnáció probléma, ez egy kis nehézségeket okozott nekem is megérteni. Amikor az első kontaktusba léptem, mint Dada, ugye, Kalu Rinpoche-vel, az első 5 perc után éreztem azt, hogy ez egy nem normális gyermek, hogy valami fantasztikus, valami olyan vigilance, hogy mondják azt magyarul? Figyelmesség, olyan
figyelmesség, olyan finom mozdulatok, ő gyorsan csinál mindent, de soha nem fordít fel semmit. És nem lehet babázni vele? Szóval mert az ember egy 4 éves kisgyereket lehet puszilni? Hogy ne. Természetes. Játszik veled, és vicceket. Neki megvannak az órái, amikor tanítást kap, megvannak az órái, amikor játszik, és megvannak az órái, amikor szórakozik mindgyerek. De a mesterrel így 4-5 évesen is illik úgy viselkedni, mintha már öreg bölcs volna. Hagiwara Michihiko úr, japán-magyar baráti társaság elnöke. Lakásában magyar népművészeti tárgyak és Bartók kép fogad. Hagiwara úr újságíró, de katonaiskolába járt, ahol a II. Világháború idején a kamikázékat képezték ki. A kamikázék bombát kötöztek a testükre, úgy támadtak repülőgéppel vagy torpedóval az amerikai hadihajókra. Hagiwara úr azt mondja, pszichológiai kiképzés nem volt, hiszen valamennyien önként jelentkeztek az öngyilkos akcióra. Önként vállalták, hogy életük árán több tucat ellenséges katonát semmisítenek meg. Parancsnokaik inkább műszaki ismeretekre oktatták őket, hogyan kell a hegyek között észrevétlenül repülni, illetve hogyan kell a célpontot megközelíteni és zuhanó repülésben megtámadni. Van a világban egy olyan elképzelés, hogy a II. Világháború alatt az amerikaiak felszólították a japánokat a II. Világháború vége felé, hogy feltétel nélkül adják meg magukat. A japánok erre azt válaszolták, hogy igen, de minthogy a japánok számára ugyanis a megadás az egyik legnagyobb szégyen, ami japán ember számára elképzelhető, éppen ezért ezt a szokásos, körmönfont udvarias módon mondták el, amiről az amerikaiak azt képzelték, hogy úgy látszik, a japánok mégse akarják megadni magukat, és ezért dobták le az atombombát Hiroshima-ban és Nagasaki-ban. Hagiwara úr azt mondja, nem tudja pontosan, mi volt a japán vezetés elképzelése a fegyverletételről, de az biztos, hogy ők nem adták meg magukat. Japánt csak legyőzni lehet, mondja. Az atombomba akkor is megbocsáthatatlan bűn, mert békés lakosok százezrei estek áldozatul. Ráadásul 1945. augusztusában már világos volt, hogy a szövetséges csapatok megnyerik a háborút. Kérdezem Hagiwara urat, nem lát-e rokonságot a kamikázék és napjaink öngyilkos iszlám terroristái között? Hagiwara úr szemmel láthatólag felháborodik. Az iszlám terroristák békés lakosokat, nőket, gyerekeket ölnek. Ezek közönséges gyilkosok, mondja. A kamikázék katonák voltak, akik kizárólag háborús célpontokat támadtak. Hagiwara úr több barátja esett el öngyilkos akciókban. Azt mondja, neki még ma is lelki ismeret furdalása van, hogy rá nem került sor. A japán ember számára a becsület a legfontosabb erény. Ha egy japán becsülete veszélybe kerül, ma is öngyilkossággal próbál megtisztulni, mint egykor a szamurájok. A buddhisták vagy a hinduk számára az öngyilkosság értelmetlen, hiszen aki megpróbálja megkerülni a problémákat, a következő életében ott folytatja, ahol most feladta. A keresztény kultúrában az öngyilkosság bűn. Kingával és Krisztina nénivel a gyimesi temetőben járunk, ahol az öngyilkosokat csak a temetőn kívül temetheti el a család. Nem misézik értük a pap, és nem szól értük a harang. A hegyeken mind vannak állatokkal. A kerítés azért van, ide hozza a fék. Tankó, Évo, az leítette maga, van, Attila, az is felakasztotta maga. Hallod, de mondd csak át, hogy akkor neked a fiad van? Mind a kettőt, a fiam és a leányom is. És akkor hogy ezt, na igen, azért, és hogy ezt eltűntött, mondd csak át. Soha se tudom meg. A fiam Magyarországon volt meg. Igen. A leányom meg. Nem autóból esett arcot? Nem. Sajnos a legrosszabb. Lágyosszak. Igen. És a leányom? A leányom Mincentre volt férhezménve. Igen. És ő ott volt meg. 9 éve lesz december 28-án. Meghalt a leányom. Ilyen nehéz életbe kerültél. Hát, ezt mondhatom, hogy senki ilyen nehéz sorsban nincs, mint én. Biztos. Mert nagyon nehéz sorsom. Se fiat, se leányod, se férjed, sem testvérem, egy bócs, az is meghalt. 2,5 év alatt 8-at temettünk el a családból. Soha nem tudom, hogy történt az én leányomnak és a sorsom, mert ő ott volt, mint Mincentén, itt,
Senki nem mondta meg, hogy hogy volt, mi volt, átitkoltak előlem mindent. Igen. Azt könnyen el tetszett fogadni, hogy a gyerekeknek külön kell temetkezni, mert hogy öngyilkosabb lettek? Hát ez van itt nálunk, itt ezt kell elfogadjuk. Mert itt nálunk nem engedik be a köztemetőbe, csak ide. De ez egy szégyen akkor most? Hát, ezt úgy mondják, hogy szégyen bánat. Nem is tetszett próbálkozni, meggyőzni a papot, hogy inkább hagyd menjen a többiekkel? Jó, hát nem lehet, ez halott, nem. Ez a mi papunk hajlíthatatlan. Úgyhogy hát nem enged. Még azt sem akarta megengedni, hogy hazahozzam a leányomat ide. És ebbe bele lehet szólni? Hát úgy néz ki, ő bele akart szólni, csak én nem igyeztem bele. Körözöm meg a mindenkit a Jóisten, én ára kérem a Jóisten, legnagyobb ellenségemnek se kívánom ezt a sorsot. Jaj, drága, drága, drága aranyos gyermekei! Jaj, mi hagytatunk ingem, ilyen nyomorúságba egyedül! Jaj, ma az életetek legszebb ideibe szakított le a hola. Jaj, Margitka, jaj, kicsi fiam, kicsi Péterem. Jaj, te azt mondtad, hogy ha valami baj lesz, édesanyám, telefonáljon, mert én rögtön ott leszek. Jaj, bevi csapott a remény ingem. Sok erőt kívánok. Köszönöm. Minden jót, viszontlátásra. Isten magukkal. A jövő héten a Világfaluban enni fogunk. Majmot, tengeri malacot, halszemet. De nem ez a lényeg. A divatos szakácskönyvek, főzőműsorok, biókaják korában lassan elfelejtjük, hogy az étkezés valójában egy közösségi tevékenység, ami évezredek óta szabályozza az életünket. Az vagy, amit megeszel, mondja a hindu bölcsesség. Viszont látásra a jövő héten. Gyerekkorom azzal telt, hogy bezeg az éhező koreai gyerekek, hogy örülnének annak a spenótnak, amit én nem akartam megenni. Aztán jött a falán kamaszkorom, majd az ínyenc korszakom, a pocak rémképével pedig beköszöntött a diéta. És akkor eszembe jutottak a gyerekkori vacsorák, amikor nem volt semmi más az asztalon, csak fokhagymás, pirítós és teja, de együtt volt a család. Mert a divatos szakácskönyvek, főzőműsorok, biókaják, díszzabálás és kulináris turizmus korában lassan elfelejtjük, hogy az étkezés valójában egy közösségi tevékenység, ami évezredek óta szabályozza az életünket. Az étkezés módja, hogy együtt vagy külön eszik a család, hogy ki hol ül, ki vehet először, hogy némán esznek vagy beszélgetnek, nem az ételről, hanem az emberi kapcsolatokról árulkodik. Nem véletlen, hogy szinte valamennyi kultúrában Istenhez kötik az élelmet. Gondoljuk a kereszténységben a kenyérre és az ostjára. A hinduk szerint pedig Brahman Isten legmagasabb rendű alakja a táplálék. Az vagy, amit megeszel, mondja a hindu bölcsesség. Barátaimat arra kértem, mutassák meg saját kultúrájukat. Norikóval Japánba, Zsárgallal Mongóliába, Ranjittal Indiába, Saiddal Marokkóba, a Szaharába utaztunk. Gergő az ortodox zsidó, Feró pedig az olá cigány hagyományokkal ismertetett meg. Peruban Javier, a Kárpátokban Gyimes felsőlokon pedig Kinga látott vendégül. És jó 10 éve jártam a Vajana indiánoknál az őserdő mélyén. Ez nem házi akvárium, ez a leves. A kajmán egészen jó ízű, a tukán madár pedig kifejezetten finom. A
kajmánt és a tukánt Vajamán apó veje hajnalban ejtette el. Sőt, lőtt egy majmot is, de a sült majom a kevés étel közé tartozik, amit képtelen vagyok megkóstolni. Igazán nem mondható, hogy szigorú feltételeim volnának, de ahhoz azért ragaszkodom, hogy az étel ne hasonlítson emberre, vagy legalább ne gyerekre. Ha a majom sültől viszolygunk, gondoljunk arra, hogy ugyanígy undorodna egy muszlima disznótorostól, vagy egy hindu, ha marha pörkölt elkínálnánk. Mert az iszlámban tiltott étel a sertés, Indiában szent állat a tehén, egy valamire való vegetáriánus pedig már egy csirkevágástól is sokkos állapotba kerül. Az erkölcsi okokat és a vallási előírásokat leszámítva a földön mindenhol azt eszik, ami van. Ha van. Mert a világ fele éhezik. Itt az Amazonas környékén a majom, a kajmán, az iguána gyík és a tatú a csemege. A cayenne étteremben találunk egy kitömött tatút. Így Vajamán pontosan el tudja magyarázni, mit évő legyek, ha az őserdőben tatút akarok lőni. Azt mondja, hogy a nyakán, esetleg a rostélyok között célozzam meg, különben a páncéljáról lecsúszik a nyilvesszőm. Az őserdő lakóinak minden étkezés ünnep. A természeti ember azt eszi, amit sikerül lőni vagy fogni. Vajamán mostanáig ilyen lakomáról még csak nem is álmodott, hogy az ember azt rendel, amit csak akar. Koktéllal kezdjük. Cukornád, szirup, rum, zöld citrom és jég. Kérdezem Vajamánt, nem túl hidege neki a jég, de azt mondja, pont jó. Aztán kérdezem, mit enne, azt hiszi, tréfálok. Leginkább tatút feleli. Ha nincs tatú, majmot, ha az sincs kajmán, de ha kajmán sincs, jó lesz a bébi papi is, teszi hozzá nevetve. Kedvenc pesti kis vendéglőmben talán meglepődnének ezen a menüsoron, de ez egy francia guajanai étterem, van tatú. A tatú a tányérban ugyan nem egészen úgy fest, mint ahogy Vajamán az őserdőben találkozni szokott vele, de egy ilyen napcserzette vadász megoldott már ennél nehezebb feladatokat is. Azt azért nem bánja, hogy én szervírozom a rizst, mert ezzel a fránya éttermi evőeszközzel még nem sikerült összebarátkoznia. Én is elég suta vagyok, bal kézzel tálalom a köretet, mert a jobb kezemben a kamerát tartom. Vajamán sokkal ügyesebben viselkedik itt az asztalnál, mint én az őserdőben. Ha valamit nem tud, megkérdezi, és ha bármit egyszer megmutatok neki, utána már tökéletesen csinálja. Sőt, ő tanít engem. Kérdezi, hova kell tenni a csontot. Mondom, a tányér szélén gyűjtjük, ha nem hoznak neki külön tányért. De Vajamán jobbat talál ki, szalvétából hajtog a csontgyűjtőt. Vajamán éttermi kést nem használ. Megnézte az élét, és azt mondta, ez nem kés. A villát is félreteszi, nem fér rá semmi. A kanál viszont praktikusnak tűnik. Jé, falevél is van, csodálkozik. Babérlevél, mondom, az ízesítés miatt. De indián barátom, kísérletező kedvű, meg egyébként is úgy gondolja, minden meg kell enni, ami ehető. Hát, ha holnapra már nem lesz. Imádom a piacokat. Itt lehet legjobban belelátni egy kultúra gyomrába. A piac mindig egy társadalom tükre. Vannak izgalmas, színes, mozgalmas piacok, és vannak unalmasak, szürkék. Vannak precíz, tiszta vásárcsarnokok és vásári koszos piacterek. Egy piacon az is kiderül, hogy abban a társadalomban szorgalmasak vagy ráérősek az emberek. Milyen a viszonyuk a munkához, a pénzhez, a természethez, a gyomrukhoz, az állatokhoz és egymáshoz. Nem ígérem, hogy most megszámolom, de ez a sor végig krumpli. Azt mondja a kofa, hogy Peruban 300 féle burgonya terem. Természetesen nem csak a színük és a formájuk, de az ízük is különbözik. Kukoricából is van vagy 30 féle. Az egyiket inkább főzik, a másikat sütik, a harmadikat pörkölik, a negyedikből lisztet és lepényt készítenek. Az Andokban kenyér helyett is kukoricát és burgonyát esznek. 4200 méter magasságban más nem is nagyon terem, csak burgonya. Amarúban, a konyha egyik sarkában vidáman éldegélnek a tengeri malacok. Már ameddig, mert az indiánok nagyon szeretik a tengeri malacot, sütve. Ha el tudunk vonatkoztatni attól, hogy ez az állatka ebben a formájában némiképp a patkányra emlékeztet, végül is ízletes étel. A japán fogadóban háziasszonyom csak japánul beszél. Hogy fogom kitalálni, mi lesz a vacsora? Könnyű kis vacsora, hogy az ember könnyen aludjon. Ja, ezt kell abba tenni, igen. Azt kell levesbe megfőzni, és utána ebbe belemártogatni. Igen, ez tempura. Aha, a tempurát ebbe.
A sashimi. És az pedig sashimi. Oshoyu. És azt oda. Ima. Aha. És akkor az... Ebben mi van? Abban nincs ima. Semmi. Omotsu. Ja, mindjárt jön. Éreztem, hogy valami itten kimaradt. Ezt meggyújtják, és ebbe lehet aztán megsütni az ételt. És aki még ezután aludni tud, az japán. Hú, újabb ételek érkeztek. A szója. És ebben mi van? Abban van a rizs. Háziasszonyommal udvariasan elköszönünk egymástól, én pedig magamra maradok a kételyeimmel. Japánban a halat nyersen tálalják és nem fűszerezik. Inkább a mellé kínált szójával, csípős tormával, gyömbérrel, savanyúsággal ízesítik. Most már csak arra kellene emlékeznem, melyik micsoda volt és mi ez. Ez lalac. Ez igazából nyers hal. És ez itt egy hal fej. Megmutatom, hogy hogy eszik meg azok, akik megeszik, mert... Ezt azt hiszem, nem fogom megenni. Megkóstolom. Nem annyira rossz, mint amilyen csúnya. A tudósok azt állítják, hogy a memória központ az agyban van. Szerintem a gyomorban. Tessék nézni Norikót, aki 25 éve él Magyarországon, milyen lázba jön a kiótói piacon. Boldogan válogat és tanít a hazai ízekre. Mert elfelejthetjük az anyanyelvünket, álmodhatunk is idegen nyelven, de ha megérezzük gyermekkorunk ételeinek illatát, az olyan, mintha harci riadót fújnának az emlékeinknek. Van itt minden, amit a szárazföld, a folyó és a tenger kínál. Zöldségek, gyümölcsök, savanyúságok, gabonák, magvak, algák, moszatok, halak, rákok, polipok, kagylók. Az ételek többségének magyarul még neve sincs. Lehet kapni előcsomagolt vacsit is, de mi erre fittyet hányunk, ma este ugyanis különleges élményben lesz részünk. Az egyik híres kiotói mester szakács vendégei leszünk, és Norikóval megpróbáljuk felkutatni az esti lakoma alapanyagait. Azt hittem, így kevésbé fogok gyanakodni, mit találok a tányéromon. De most egy kicsit elbizonytalanodtam, nem jártam volna jobban, ha nem látom, miből készül a vacsora. De akinek az elméje kíváncsi, annak legyen kíváncsi a gyomra is. A japán konyhában a látvány legalább annyira fontos, mint az ízek. A halak ugyan kicsit szemrehányóan nézik a mester tüsténkedését, pedig úgy forgatja a kést, mint egy szamuráj. A kígyóhalat milliméterről milliméterre felszaptalja, hogy a szálkák olyan aprók legyenek, hogy még egy csecsemő torkán se akadjanak meg. A burgonyából és retekből papírvékonyságú mintákat szab, a kígyó uborkából pedig iparművészeti remeket rittyent. Mindent apró darabkákra szeletel, hogy az evőpálcikával fel lehessen csipkedni. Van, amit nyersen eszünk, van, amit párolva, és van, ami olajban sül. A tálalás külön művészet. A japán ételeket sohasem szimmetrikusan helyezik el a tányéron, mint nálunk. A japánok szemében a szimmetria ugyanis csúnya. A vacsora tiszteletére Noriko kimonóba öltözött, én is öltönybe bújtam. Ezt meg kell mondani, hogy tisztelettel elfogadom. És azt, hogy mondják? Itadakimasu. Itadakimasu. Ez nem annyira egyszerű ezt megfogni, ez olyan, mint a tejföl lenne. Tejfölféle, igen. Na, ilyet még nem ettem. Gyakran nem is fogok. A vegetáriánus Salamon Andris mindjárt eldobja a kamerát. Oliko kapta a fejét. Ez a tengeri keszegnek a fej része, és akkor ezt is és azt most, hogy kiveszed úgy a szemét, azt mutasd meg, hogy most kiveszi belőle a szemét. Tessék ezt veszkolta, Andriska. Igen, most kiveszi a szemét. És jaj, nehéz megenni. Nem bírja kivenni. És most megeszte a szemét. Nézd rám? Nézd az arcomba? Milyen, amikor eszed a szemét? Minom. És ropog vagy? Milyen volt? Egyes országokban a csámcsogás és a büfögés annak a jele, hogy ízlik az étel. Másutt ez ugyanolyan faragatlanság, mint nálunk. Vajon hogy alakulnak ki ezek az udvariassági szabályok? Az első ember büfögött egyet, aztán megvárta, hogy rászólnak, vagy megdicséri? Időbe telik, míg valaki megtanul pálcikával, késsel, villával vagy kanállal lenni, ha máshoz szokott. De azt sose gondoltam, hogy kézzel lenni sem olyan egyszerű. Azt is gyakorolni kell. Indiában már megtanultam, hogy szigorúan csak jobb kézzel illik enni, mert a bal kezet tisztálkodásra használjuk. Marokkóban aztán tovább mélyülhettem a kézzelevés művészetében. Szaid arab nagynénye kuszkuszt készít. Forró vízzel és olívaolajjal keveri a búzadarát, és közben kézzel morzsolja, hogy ne ragadjon össze. Ez nem könnyű feladat, mert a víz olyan forró, hogy megfő tőle a kuszkusz. Végül a tetejére tálalja a zöldséget és a húst.
A hagyományos arab család nem étkezik együtt. Különösznek a férfiak és a nők. A nők csak akkor ülnek le, amikor már kiszolgálták a férfiakat. Ahogy egyébként a hagyományos magyar paraszti világban is szokás volt. Akárha most marokaiak is használnak a kanalat, de igazán régi embereket, sőt kuszkusz, az csak kézzel szabad. Szóval illik, hogy ez. És össze kell keverni a zöldséggel, tehát bele megfogom így kézzel. De ilyen nem szabad csinálni, mert az az én részem. Ja, az te részed itt van. Ja, bocsánat, visszateszem neked. Azt mondta nekem egyszer egy afrikai barátom, hogy ő amióta késsel és villával eszik, nem érzi az ételnek az ízét, mert ugye a kezével is érzékeli. Tényleg, is van ami jön a kezéből is, semmi, tényleg. A végén is van egy mosakodás, ugye? Persze. Tényleg kuszkusz vagy. Tiszta kuszkusz vagyok? A gyerekeid meglátják a tévében. Akkor egy fotasz, mint a nem fogom tudni megtanítani őket rendesen. Akkor egy fotasz, apu. De hogy jöjj rajta, hogy nincsen egyetlen érzésre? Azért szépen kell csinálni ilyen gombokat a kuszkusszal, mert az ember dobja, nem ide kézzel a fejjel. Hát az... És ilyen gombot az ember sikerült csinálni, akkor az simán, az kell keverni, úgy. Aha, és tehát addig nyomogatod, és amíg gombóc nem áll. Ez teljesen... Befőgni teljesen belefér benne. Hát az ember nem csicskolja, mint a hoppában ott. Itt, ha valami akar befőgni, akkor... Közben akkor befőg nyugodtan, befőgni, eléskedve. Nyugodtan is mondta, alhamdulillah. És nem is kell bocsánatot kérni. Nem, fordítva, hogy alhamdulillah, hogy mutatja, hogy jól. Hogy ilyen jól érzem magam. Csámcsogni illik, hangosan emlik. Az is belefér, hogy az ember például, ha levest iszom, akkor... A hangzás legyen, akkor az szürcsölni is. Hogy kell? Szürcsölni. Így? Így is lehet. Hogy is ilyesmi, teljesen idő. Ami Európában ilyen hangok, nagyon ritka, hogy... Aha. Akkor tej meg eleves, belefér, hogy az ember érzi az, milyen... Ez tulajdonképpen a gyerekek paradicsoma, nem? Kézzel lehet enni, csámcsogni, böfölni, szürcsön. Noha a zsidó és az arab kultúra szegről végről rokon, ami az étkezést illeti, alig hasonlítanak egymáshoz, bár egyik nép sem eszik sertést. A kóser konyha viszont csak a zsidókra jellemző. Tehát van itt egy külön tűzhely, ugye? Gergő, segítesz, hogy ez igen, de hát a konyha ez a fele, teljesen húsos ételek készítésére jelöltük ki. Egy sütővel és a munkapadokkal, illetve a szekrényében csak húsos evők között is felállások vannak. A konyha másik fele pedig, kezdve ezzel a másik tűzhelyel, pedig a teljes. Ugyanúgy csekrényekkel és munkapulttal, és itt pedig vagy kifejezetten tejjel készült ételeket sütünk, vagy főzünk, vagy pedig olyan ételeket, ami ugyan nem teljes, de ahhoz szeretnénk fogyasztani. Ha én egy tésztát főzök, amit a teljes vagy tejfölös öntettel akarok nyakönönteni, akkor is megfogom a tésztát, akkor az csak teljeshez használhatom fel. Tehát ha itt főznék önmagában egy adag tésztát a kucsoson, utána, bár nincs benne hús, nem önthetném nyakon tejföllel. És az edények, tányérok is külön vannak? Külön, azt hiszem. Külön mutatod, hogy itt mi van? Tányérok, lábosok. Más tányérból, speciális tányérból eszitek a... Hát más színű, más mintájú. Általán piros kék a színkód, nálunk a kék a teljes utáltal zöld a húsos. Külön tányérkészlet van a húsos dolgoknál. Hiszen, ha mosogatjuk őket, akkor külön kell mosogatni is. Tehát, hogyha teszem azt, nem félek oda és elmosogatom a húsos tányért a teljes részben forró vízzel, akkor azt a porcelán tányérról mosom, akkor neki ajándékozom valakinek. Péntek van. A fazékban só lett fő. De meglepő módon nem babból készül. Gergőtől tudtam meg, hogy a sólet egyszerűen csak egy olyan ételt jelent, amit pénteken el lehet készíteni, és amit aztán hőtartó edényben tárolva másnap is fogyaszthatnak. A zsidó számítás szerint szombat a hetedik nap, amikor a Szentírás szerint az örökkévaló is megpihen. Egy hithű zsidó ilyenkor csak Istennel és a családjával foglalkozhat.
Péntek este nem lehet arra hivatkozni, hogy a papa vagy a mama dolgozik. Kötelezően együtt van a család, és csak egymásra figyelnek. Mert péntek napnyugtától, amikor bejön a sábesz, egy vallásos zsidó nem dolgozhat, nem utazhat, nem nyúlhat pénzhez, nem nézhet tévét, nem főzhet, de még a villanyt sem kapcsolhatja fel. Így azután olyan étellel kell az ünnepre készülni, ami kitart szombat estig, amikor kimegy az ünnep. Szombati rituális étel a fonott kalács, a bárhesz is. A kalácssütés Gergőéknél minden héten családi program. A kislányok pici koruktól megtanulják, hogyan készülnek az ünnepi ételek, és alig várják a pénteket, hogy megmutathassák, milyen jól tudnak már ők is kalácsot sütni. A szombati vacsorához fehérrel kell teríteni. Sabbat shalom, békés szombatot! Az asztalra kerülnek a rituális tárgyak, hogy a családfő méltó módon végezhesse el az asztali áldást. Csak ezután érkezik a két ropogósra sült kalács, melyek a pusztában kétszeresen hullajtott manna csodájára emlékeztetnek. A bárhezből a vacsora megkezdésekor a családfő tör mindenkinek. A szertartáshoz tartozik a bor és a boros kupa. Amikor megterítették az asztalt, és minden együtt van a szertartáshoz, a család elvonul és ünneplőbe öltözik. Így tisztelik meg az ünnepet és egymást. De a vacsoránál a kamera már nem lehet jelen. Ez az együttlét a családé. Másnap este, amikor kiment az ünnep, Dénes Gergelyék ismét vacsoráznak. Az ünnepi asztalnál a férfi vendégnek is illik kipát, kis kerek fejfedőt tenni a fejére, ahogy ez a zsidó szertartásoknál szokás. Itt is, mint minden kultúrában, úgy kezdődik az étkezés, hogy a családfő hálát ad Istennek a táplálékért. Gergőjéknél az áldozati borból jelképesen a gyerekek is kapnak. Jó hetet kívántunk egymásnak az előtt. Mi is jó hetet kívánunk nektek. Köszönjük. Egy tévhit szerint a mongolok nem vágják a birkát, hanem kitépik a szívét. Ahogy Zsárgál elmagyarázta, valójában egy késsel megmetszik a birka úgynevezett fehér vonalát, benyúlnak a mellkasába és egy gyors mozdulattal eltépik az aortát közvetlenül a szív után. Így a vér a hasüregben marad és nem kerül a húsba. Állítólag ez a vágásfajta az állatnak sem fáj annyira, mint amikor ledöfik vagy a nyakát nyiszálják, hát birka tudja. Ez nem kőleves, mint a mesében. Mongóliában nem feltétlenül a fazekat teszik a tűzre. Most például kályhában felhevített köveket dobnak az étel közé, attól sül meg a hús. Zsárgálék ezúttal teljes kannában főznek, hogy mindenkinek jusson a birkából és a levesből. Aggódva nézem a főzőkannát, nem került-e bele a birka feje és szeme, mert a mongol konyháról én már annyi rém történetet hallottam, hogy kicsit gyanakvóvá váltam. Láttam egyszer egy filmet, az volt a cím, hogy a világ legborzalmasabb ételei, és ebben Mongóliában ilyen hatalmas birkaszemet kínáltak fel a díszvendégnek, és neki illendőségből meg is kellett ennie. Akkor egy kicsit elgondolkodtam, hogy akarok-e Mongóliába jönni. De ilyen birkaszemet nálatok nem ezt tudom. Nem ezt. Zsárgál azt állítja, hogy ezeket a rémségeket csak a hiszékeny külföldiek ijeszgetésére találták ki. Mongóliában alig van zöldség. A mongol nomádok ugyanis annyira tisztelik az anyaföldet, hogy nem engedik meg, hogy bögdösség szurkálják, vagyis kapáljanak, szántsanak, márpedig enélkül nincs földművelés. Meg egyébként is, mire kinőne a zöldség, ők már tovább állnak. A tészta is kínai importáru. A mongolok halat sem esznek, mert a folyó szelleme állítólag nem örülne, ha megzavarnák a birodalmát. A felforrósított köveknek gyógyító hatásuk is van. Dobáld egy kicsit, most én dobálom. Egy kicsit próbálom lassabban tartani. Azt szoktak mondani az idős emberek, hogy minél jobban, minél hosszabban tartja, annál jobb hatása van. És csak a tenyérbe, mert mondja, a tenyérnek az akupresszúrás pontja. Egy pontja A mongol család mindig együtt étkezik. Az ebéd, a vacsora igazi társas összejövetel. Ilyenkor beszélik meg a fontos családi kérdéseket is. Az ételosztás szigorú sorrendben zajlik. Először a legidősebb férfi, majd az asszony kap az ételből, és így tovább kor szerint. Csak a kisgyerek kivétel. A legkisebbeket ugyanolyan tisztelet övezi, mint az időseket. Gyere, Zsárgál! Mi ketten magyarok, megmutatjuk most a mongoloknak, hogy hogy készül a jó magyaros birkapaprikás. Mongóliában a són kívül fűszereket sem használnak, de birka van, hagymát szereztünk, paprikát meghoztunk magunkkal otthonról. Ennek nincs birka szaga, nem olyan, mint az otthoni birkák. A család most eszik először magyaros étel. Mondjuk azt, hogy jó, nem? Honfoglaláskori őseinkkel is együtt vándorolt az éléskamra, a csorda és a ménes, mint a mongol nomádokkal. Csak azóta mi megszerettük a fűszereket. Zsárgál családjának is ízlik. Remélhetőleg a földanya is megbocsátja.
Límában Javier családja begyújtotta a grillsütőt, de nem húst tettek a grillre, hanem köveket. Ástak egy gödröt a kertben, kirakták téglával, majd kibélelték kukoricalevéllel. Ebbe a verembe szórták a burgonyát. A burgonyát a többi étel, a hús, a kukorica és a borsó követi. Minden réteget alaposan lefednek és körülbástyáznak banánlevéllel. A perűjak ugyanúgy izzó kövekkel sütnek, mint a mongolok a földgolyó túloldalán. Ami azért különös, mert a két kultúrának aligha volt köze egymáshoz. Ez a főzési technológia ezen a vidéken több ezer éves. Amikor a spanyol hódítók a kontinensre érkeztek, az indiánok már így sütötték az ételt. Míg Javier feleségével és barátaival az ételt és a köveket pakolja, mi iszogatunk. Úgy tűnik, ez az iszogatás a legtöbb kultúrában hasonló. De azt vajon ki tudja megmondani, hogy miért dönt úgy egy kultúra, hogy nyílt lángon, kemencében, rácson, nyárson, kondérban, agyagedényben, majd izzó kővel süt főz? És miért távoli népek kultúrája hasonló, miért nem a szomszédoké? Már amikor a kis gödröt kiásták, felmerült bennem, hogy ez a kerti mulatság kicsit emlékeztet egy vidám temetésre. A gyanakvásom csak növekedett, amikor a kis sírgödröt letelítették szemfödéllel. Aztán, hogy minden kétségem elszálljon, a gödröt betemették földdel, sőt a tetejére még kereszt is került. Kantu virággal a rontás ellen, ahogy errefelé ez szokás. Semmi kétség, ez egy sír. Eltemettük az ebédet? És mikor fog feltámadni? Vagy csak az ehet belőle, aki éhen halt? A mama szerint ez a különös sír a spanyolok által meghonosított keresztény kultúra és a legősibb andoki kultúra találkozásának állít emléket. Európai szemmel nézve ez egy kicsit morbidnak tűnik, de az indiánoknak a halálhoz és az étkezéshez is más viszonyuk van, mint nekünk, európaiaknak. A föld alatt az étel prímán megsült. A hús íze is összeért a zöldséggel és a banánlevéllel. Az illat beteríti az egész kertet. Mindenki örül, de különösen a tengeri malac, hogy élve megúszta ezt a vendégeskedést. Javier a kukorica pálinkából nem csak a földre locsol egy cseppet, pacsamama a földanya tiszteletére, hanem a pánsibba is. A hangszer ugyanis új, és ez a keresztelője. Talán a pálinkától jobb kedvűen szól is. Azt mondják, az evés fizikai, az ívás és a füstölés viszont lelki-szellemi tevékenység. Legközelebb iszunk és füstölünk. Elmesélem, hogy kell kokkát venni, és hogyan zsarolt meg egy sámán, hogy részt vegyek egy transzertartáson. Mongóliában kiderül, mire jó a tubák, hogyan kell kancát fejni, és hogy miért tesznek pénzt a pálinka alá. Iszunk kömény pálinkát a csángóknál, és elmélyülten barátkozunk a teáskannával és a teás csészével egy japán szertartáson. Viszontlátásra!